Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebesti Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Feri! Sziasztok! Hello, Jani! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Ki több, ki kevesebb alvás után. Megérkeztünk és kezdjük. Most kezdjük akarod, a hétfőt. Most már akarod kiölteni a szíved? Most akarsz sírni a vállainkon? Éjhülye, fönnmaradtam. Éjhülye. Illetve pontosabban elaludtam, aztán fölkeltem egykor és végignéztem. 4:45-kor feküdtem le, nem vagyok normális. Uh-huh. Nem vagyok normális. Teljesen nem vagyok normális. De ahogy mondani szokták, minden jó, ha jó a vége. De hát nem jó. Ide adhatod most, később is, nem érdekes, ráér. Te miért nem? Tegyük meg, amit megkövetelt a haza. Na, te! Várja, hadd érezzem a viga! Egy kicsi játékpénz oda nekem! Ja. Hát ennél jobban nem is kezdődhet a hét Feri számára. Sőt, Roger. Az a baj, hogy ebben már nincs több ebbe a Gyoko Rogerben, mert ugye nem fogunk már változtatni rajta. Nyilván mind a kettőnknek vannak komoly érzelmi szálai. Nekem szálom nincs a Gyoko felé, de hogy ezen mi már, érted, ha ez a két ember valaha még egy pályára lép, akkor mi nyilván ugyanígy fogunk fogadni, és te mindig veszíteni fogsz. Mindig veszíteni fogok, nem fogok Roger ellen fogadni. Én nagyon hittem benne. Hát, ha valaki nem akarja tudni az eredményt, akkor már úgyis megtudta, de fogja be a fülét, meg akarja nézni. Most fogja be a fülét, ugye, mert hajnali 4:45-kor megtörtént. Megtörtént a világtörténelem egyik legnagyobb veresége, és Roger nem ért oda sajnos a US Open-en, ami nem lett volna baj, de úgy lefeküdni 4:45-kor, hogy még ki is kap, tudod, hogy 5-kor, nem is tudom, vagy 4:30-kor. 4:45-kor feküdtem le, és akkor még nem volt vége. De akkor már láttam. Uh-huh. Akkor már 2-1 volt Gyokornak a szettek aránya, és én tudtam, hogy onnan már nem fordít Roger. Úgyhogy... De szépen játszottak, vagy ilyen lehengerlő nagy buli volt? Nem, jó meccs volt, de Roger nem, egyszerűen az a betegsége van, mint Nadal ellen régen, hogy amikor a bizonyos úriember ellen lép föl, akkor a tudása 80%-át tudja csak hozni. A Nadal ellen is évekig ugyanez volt. Most ugyanilyen Gyoko betegsége van. Megremegett a lába. Megremegett. Szegély. Hát de nézzük a dolognak a jó oldalát, mondjuk így a Feri szempontjából. Ja, látom magam előtt így a lelki személyem, a Feri 1-2 év múlva. Kedves Joko, remélem jól írom a nevedet. Te nem ismersz engemet? Igazából engemetet, de a sportot se nagyon csípom, amit te képviselsz, viszont az utolsó törlesztőmet is neked köszönhetem, hogy sikerült befizetnem. Köszönöm szépen, hogy hosszú éveken keresztül világelső voltál, és hoztad az összes játszmát. Roger, remélem ról jól írom a nevét Federer ellen. Köszönj meg neki, hogy sok pénzt nyersz vele. Jaj, hát figyelj, nem én választottam őt, ő választott engem. Ki választott? Te választottad nekem őt. Ő választott engem. Én szerintem ezzel elment. Rákóczi Feriért! Ez csak miattad. Szerintem ezzel elment, hogy Roger még valaha Grand Slamet nyerjem. Jó, nyert már eleget, nem? Ah, persze, nyert már eleget, de ez most elment. Még le is sérülhet valamikor a Gyoko után. Az is, hát az lenne még a jó, igen. Az lenne még a jó. Na mindegy, úgyhogy ez van. Ez van, nem sokat aludtam, majd a megszólások között alszom kicsit. De ilyenkor, ez tényleg ezt a sportszerető közönségtől kérdezem, aki a rádió másik oldalán, hogy van már rögzítő, on demand, vagy mi az Isten az a szerkezet, érted? Az nem meg kell nyomni, más és íze. Megnézed. De hogy, eljut hozzád. De miért nem ugyanaz? Mert eljut hozzád egyrészt SMS-en, valaki reggel megír, és szegély Roger. Utána már hiába kapcsolod be izgulva, hogy már tudod, hogy, és az már akkor nem. Tehát ha nem élőben nézed, felvételről már nem az, mert nem tudsz. De nincs egy meccsben élni, ennyi. Tessék? Nincs egy teniszmérkőzésben. Egy videó megosztó portálon live-sot nézni, hát te is nagyon jól tudod, hogy az milyen. Érted? Tehát, hogy amikor, jó, azt érted, mert akkor nem neked csinálja a lány. Nekem mondott, hogy nincs benne ennyien. Családi konfliktus helyzet állt elő, hogy én... És majd napközben nem tudsz a gyerek ellen. Köszönd meg ezt az éjszakát, majd adjál a féteremben. Tudod, ez... Hogy ki leszel most 2 napig? És még csak te legalább nyertem. Azt ilyenkor nem kérdezik azt meg. Nem. Ilyenkor nem is rideg állattartás van ilyenkor. Ilyenkor nincs valami, legalább nyert, vagy valami, semmi nincs. Tehát, hogy, az semmi. Évszázad mérkőzése volt. Te 5-ször nézed meg az évszázad mérkőzést. Magyarázd meg a gyerekeinek, majd reggel hálmosak lesznek, hogy miért nem tudtak aludni. Ilyenkor ez a legalább nyert, tehát nincs áleérdeklődés. Csak dzsihád van ilyenkor.
Én a gyerek mellett aludtam el, altatásnál, és aztán éjjel egykor meg bekapcsoltam mellette a tévét. De ő aludt tovább, gondolom. Vagy együtt néztétek. Nem, ő aludt tovább. Tehát emellett nem volt ezzel baj, de hát nem tértem be a hitvesi ágyba a tenisz miatt. Tenisz miatt félreléptem, és ez okozott némi fejtörést attól, hogy lehetek ilyen, hogy nem megyek aludni, miközben Rogert nézem. Úgyhogy semmi értelme nem volt. Ki is kapott, nem is aludtam, álmos is vagyok, és hétfő is van. Hát ilyen szarnakot, komolyan mondom. Mondjatok valami jót. Mi újság? Lefutottad a maraton? Vagy fel? Fél maraton. Persze, ott voltam, én is. Jó volt? Teljesítettem, jó volt. Nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon nagy tömeg volt, nagyon jó idő volt. Hát 16 ezeren voltak összesen, ebből 11 ezer volt az egyéni. Félmaratonista, rettenetesen sokan voltak. Voltak ismert arcok is, Szilágyi Áron, Ungvári Miki, Kovács Koko, hogy csak a sportolókat mondja. A celebritások közül most elég keveset láttam, mert Horvátián kívül én nem is nagyon láttam. Volt néhány ilyen Jóbi Rozbis szereplő, de ők trióban futották, vagy ilyesmi. Tehát egyéniben nem nagyon láttam. Most valahogy kevesebb volt. Már nem sik. Az ismert emberek. Már nem sik a sztárok között futni ezek szerint. Tudod, megcsinálták egyszer, megírták az újságot, már másodjára hova menjél. Nem, egyszer elfutottad, bebizonyítottad. Én merem ezt mondani, mert én egyszer se futottam le, tehát minden tiszteletem azért, aki lefutotta, csak egy kicsit néha ezekben a megmozdulásokban én azt érzem, ha hazánk híres emberei részéről, hogy egyszer megcsinálod, gyerekek, oda tudsz állni, és akkor aztán soha többet nem futsz, vagy nem futsz le ennyit. De ez. Van bal igazság abban, amit mondasz, szerintem is, de hát tényleg. De a lényeg, hogy lefutott. De a lényeg, hogy Áron lefutotta, mert hogy Áronnak a pincsia voltam most, őt kísérgettem, így az edzőtársával együtt, és 16 kilométerig együtt futottam vele. Hát, hogy ugye utána nála... Föllökted? Hát nem, utána ott hagytam őket. Szegény Szilágyi Áron, miért kellett tempomba. Aztán föllökted őket, és kísérgetted, aztán föllökted őket, és ott hagytam. De nagyon jól bírta egyébként, hát is nem szabad elfelejteni, hogy ez ő 95 kiló cipel magával, és ugye a nagy cél az mégiscsak az, hogy cukorbetegként, illetve első maratonját teljesítse majd októberben. Vagy egy 30-ason végigmegyek vele, de jó volt. Tehát, hogy nagyon működött az egész, tényleg. Hát megmondom, tehát, hogy egy óriási teljesítmény tőle, hogy gyakorlatilag nem a nulláról, hanem a mínusz akárhányból felküzdötte magát így egy év alatt, egészen a félmaraton szintjéig. Feldiszkózta magát kőkeményen a srác. Úgyhogy a Facebook oldalon van fent egy kép, és nézzétek meg, ha tetszik, lájkoljátok. Ha nem, akkor kommenteljétek. Dagatozzatok meg, törpészetek. Igen, úgyis kommentekben. Mindenki ízlése szerint. Igen, kommentekben úgyis jók vagyunk. Ja, hát és a... Ja, mondjad, bocsánat. Ja, semmi, szóval nagyon jó kis tömegrendezvény volt, az biztos. A magyar tenisz siker? Hát gyerekek. Na, azért az nagyon nagy dolog. Nem az? Az nagy dolog, dehogy nem, de juniorban. Juniorban. Gálfi Dalma, kérlek szépen. Majdnem magyar döntő volt. Ezt írja, hogy US Open-t megnyerte. Óriási. Gálfi Dalma. Az nagyon nagy dolog, és majdnem ugye magyar döntő volt, csak a másik is kiesett az elődöntőben. Az egy nagy szó. Igen? Az egy nagy szó, igen. Hát, sok kell még utána, hogy a felnőtteknél is összejön, de legyünk irigyek rá. De azért a Grand Slam az mindig nagy szó. Igen, mi már nem leszünk junior döntősök a US Open-en, és ez szerintem marha jó dolog. Állítólag már a jövő héten ő a korosztályának ranglistáján első így ember van. Lesz. Hát így azért van. Ez akkor is jó, ha még sok óriási. Kell hozzá. Az nagyon nagy dolog. Ugye voltak a múltban hasonlóan szép eredmények juniorban, hogy ugye már beszéltünk róla, de ilyenkor a lóvé fogy el? Amikor fellépne mondjuk a felnőttek közé? Nem, itt már nem a lóvé fogy el, mert ebből már van annyi lóvé, hogy az nem fogy el, hanem még ekkora a különbség. Tehát, hogy még ilyen különbség van a juniorok között, meg mondjuk a top 50 vagy több 100, de ez inkább pasikra jellemző, csajoknál nem biztos, hogy van akkor a különbség. Na jó, de ha megnyersz egy junior, tehát igen, a korosztályodban utána első már akkor felkerülhetsz selejtező nélkül bizonyos helyekre, kapsz bizonyos pontokat. Korosztályodból kimegy el melletted, hiszen te voltál a legjobb 17 évesen. De a korosztályból nem megy, de te csatlakozol be a 20-22-25 évesek közé, a felnőttek közé. Tehát, és ott hogy viszont annyira jó minden. Ott viszont ugye ott lehet, van egy Szerina, ott van egy Azarenka, ott van egy, mit tudom én, egy Simona Halep, meg ott van, akik olyan, lehet, hogy juniorban nem voltak olyanok, de 25-28 éves korukra viszont úgy odaértek, mint az állat. Aha. Tehát, hogy onnan még azért nagyon sok van, vagy nagyot kell ugrani. Leginkább Paliknál. Hát a Fucsovics is juniorban, nem igen. Is tudom, Garros Wimbledont, nem tudom, mit nyert.
és aztán nem tud bekerülni a top 100-ba. Aha. Meg, a férfiaknál. Na jó van, majd látjuk akkor, mi lesz ezzel a Jánkával. Minden de nagy dolog, nagy dolog. Azért nagyon, nagyon nagy dolog. Mihály Szolorbinak is sikerült egyébként pole pozíciót megszerezni, és sajnos második lett, mert lerajtolták, de az is fantasztikus eredménye több független. Most ötödik még mindig összetettben, és valami 3 pont, vagy nem biztos, hogy 3, megírjátok, néhány ponttal marad le jelenleg a 4. pozícióról. Menő, akkor az sikeres is, volt az a is sport. Óriási. Nagyon, hétvégén. Nagyon hasítottunk, dübörögtünk. A Fradi megverte az UT-t. Azt a betyárját, hát azt akartam kérdezni kettőre. pont, hogy mi lett, volt UT Fradi, vagy aha, Fradi UT, ja, tényleg? Ja. Böde megvillant még. Na jó van. Szóval akkor mindenkinek jó volt a hétvégén. Szuper. Jól telt, és elkezdhetjük az újabb hetet. Jól van. Röplablás lányoknak tessék gratulálni. Gratulálok. Gratulálok. Miért, mit csináltak? Röplabdáztam. Akkor gratulálunk. Gratulálunk a röplabdás lányoknak. Mutatjuk, mi történt velünk pénteken. Rájöttünk, hogy van egy androidos program, ami figyel bennünket, illetve az androidos telefonnal rendelkezőket, és egy óvatlan pillanatban lefényképez, ha nem figyelsz oda. Ráadásul ez egy külön telepíthető program, és hát csúnya dolgokat csinál veled, ha pornót nézel. Erről beszélgetünk orra reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Pontosan 7:30 van, szép reggelt kívánom mindenkinek. Jó idő lesz, 30 fok, visszatér a nyár, és igazi indián nyár. Egész héten. Előtt állunk, egész héten jó idő lesz. Igen, hétvégén romlik majd el az időjárás. Úgyhogy ez jó hír még így. Hétvégén valami hidegfront, de csak valami futó hidegfront, vagy zápor, vagy lehűlés, vagy nem tudom. De hogy nézzük addig a jó oldalát, hogy jó idő. Király, nagyon jó. Jó idő lesz. Na, az M0-as M1 előtti kihajtójánál bevándorlók sétálnak a leállóságban. Ezt Zoli mondta nekünk, vagy írta nekünk, köszönjük szépen. M6-as Pest felé Dunaújvárosnál 2 kutya sétál, ezt Kacsa üzente, és Soroksára befelé Dabas felül a benzinkútnál rendőrök szedik ki a teherautókat. Fú, nagyon sok rendőr van az úton, én is láttam a 6-oson is, meg a 7-esen is. Minden úton jöttem ma reggel, és nagyon sok rendőr, állítják meg a furgonokat. Hát mert ugye még... Keresik a csempészeket. A csempészeket, meg a parkettásokat. Ha, így van, és az összes hideg burkolott az országban. Igen. Igen, igen. A csempészek, a parkettások és a tapétások nagyon nem lesz jó. Valahol tényleg egy kicsit túlzátok most magatokat, mert nem lesz jó vége, jó? Igen. Vigyázz, a csempészek vigyázzanak. Így van, egyelőre a fűtésszerelők nincsenek veszélyben. Igen. Na, elkezdünk akkor egy újabb hetet? Lehet jelentkezni játékra? Legyen, mondjuk én így. Én nem is tudom, én komolyan egy... Mi van, beleöntötte? Hát mindig beleöntött. Azért soha nem mozog semmit, és most hoztam egy kis agave szirupot. Mert ilyen bioboltban voltam bevásárolni, hogy használtuk egészséggel kávéba, teába, bármit csináltok, ott odarakom, hogy kicsit én is beszéljek a közös fogyasztásba. Csak gondoltam, hogy picit nyomok az ujjamra, és elfejtettem, hogy ez negyed annyira sűrű, mint a méz. És ezért kicsit megöntöztük. Nem, imádom egyébként, mert konkrétan úgy eszik, mint Maugli. Tudod, amikor megtalálták. Az újdonság, ugye? Tudod, megtalálták. Igen. Meg kellett kóstolnom, csak egy saját fejtem, hogy 4-szer hígabb, tudod, mint a sima méz, és ebből így ömlik ki. Úgyhogy ez van. Na, drága hallgatóink, indítsuk el akkor a hétfő reggelt, ha van friss közlekedés, küldjétek. Lázárék VB-t nyertek hétvégén. Köszönjük, nekik is gratulálunk. Ha akartok játszani, akkor írjatok SMS-t, ha bármi érdekes dolog történt velünk. Azt is küldjetek el, ha nem történt semmi. Azt is küldjetek el. A lényeg, hogy kommunikáljatok velünk, jó? Mi meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit, mi történt a nagyvilágban hétvégén, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra játszunk, mert hogy itt van a játékosunk, megnézzük, hogy ki ő. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt, sziasztok. Szia, halló. Hello. Hello. Hogy hívnak? Laci vagyok. Hello, Laci, jó reggel, ciao. Laci, honnan hívtál minket? Én egészen pontosan most Hajdunánásról. Hajdunánásról hívtál minket. Így van. Ott mit csinálsz? Beálltam a sorba és várakozok. Rakodásra. Rakodásra. Így van. Várakozol. Aha, akkor biztos árut szállítasz. Így van. Hogy kitaláltam? A betyárját, hogy kitaláltam, milyen nehéz volt, igen. Kivel szeretnél játszani?
Veled egyen meg, veled. Jó, jó, úgy érzem, van elszámolni való. Veled egyen meg, egyen meg, ezt mondtad, hogy egyél meg? Tényleg? Zavarba hoztalak vele, mi? Az, ahhoz több kell azért, egy kicsit, de, de tetszett ez a veled, egyen meg, veled. Ez olyan kedves. Ez olyan kis cukor. Szívecském, na. Édes szívem. Igen. Na nézzük, meg, gyere, mire megyünk egymás. Gyere papához. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok, figyelek. Kérdezzem. Kérdezek én? Kérdez. Mit szeretnék kérdezni? Mit csinálta a hétvégén? Mit csináltam? Mindenre kíváncsi vagyok, ami veled kapcsolatos. Szombaton születésnapot ünnepeltünk, 33-at. A tiédet? Vasárnap az enyémet. Na, nagy buli volt? Relatív. Végül is az, mondhatni. Barátok, ismerősök, vagy csak család? Szűk, milyen családi jellegű volt. De berúgtál? Ezt a szót... Mérsékelten, hogy megfontoltak legyünk. Mérsékelten rúgtál csak be? Jól, itt vagy, haló? Itt vagyok. Hallasz? Jó van. Hallak, egy pillanatra eltűntél, mint felülfélködbe. De itt vagy? Most itt vagy? Haló? Itt vagyok, most hallasz? És te? Hallasz? Haló? Haló? Figyelj már, Barikám, lenne kérdésem. Na mond. Siess. Miért van az, hogy ha valamit kérdeztek, úgymond a játékban ti mindig visszakérdeztek, mint hogyha rossz lenne a vonal. Tehát jól gondolom, hogy némi probléma van hallással, vagy ez a játék része? Tapszik a részletekről. Lejárt az idő? Már bőven. Jó van, na! Jó gyerekek! Azt megcsárja, jó vagy! Szerettem ezt a játékot, jó voltál! Jó, játszottál, Lacikám, ügyes vagy, tényleg. Köszönöm. És nem is kerül belőle kihúzni. Nem, de viszont... Gondoltam a fáradtra, rárepülünk, hát hogyha de. Ráment egy gyengére, mert éjszaka tenisz nézett. A meccset kellett volna boncolgatni. Az biztos. Akkor fölhúzod magad. Azonnal kimondom. Ez a baj szerintem te is jobban értesz a teniszhez, mint én. Én? Nálad? Akkor tényleg bajban vagy. Akkor valóban. Akkor nagyon nagy a baj. Na pont azért kellett volna. Azt mondanám, hogy beszéljünk gyorsan fél perc az űrkutatásról. Tehát ilyen abban is jók vagy. Pont azért, mert akkor fölhúzta volna magát rajta a Balázs, de hát így is megvan a ponton, meg az ajándék. Megvan, ügyes voltál, úgyhogy megadjuk, jó, kihúztad az egy percet, jól is játszottál, úgyhogy megvan az ajándékcsomag, Laci, küldjük neked, jó? Speciálba, igen, küldjük neked az A8-asba. Jó, köszi a játékot! Ciao. Én köszöntem, sziasztok! Hello! Na. Jó játszott, volt, megérdemeltem. Jó játszott. Nagy szájú volt, de szimpatikus volt, hogy játszott, igen. M5-ös 52-es kilométernél menekültek, gyalogolnak, vigyázzon mindenki, és Soroksári út torlódik az M0-ás csomóponttól befelé az M5-ös lezárása miatt. Ezt SMS-ben kaptuk. 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk Ákos hírei után. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 8 perccel, jó reggelt kívánunk! Mindenkinek itt vagyunk, és kezdődik a hétfő reggel. Meleg van, vagy hát legalábbis meleg lesz. Egész héten. Indián nyár lesz. Ez jónak tűnik. Jó idő lesz. 33 fok is lesz állítólagosan. Azért az elég jó. Nem? Király. Megint lehet jó kis szabadtéri programokat csinálni. Főves vagy salakos? Nincsen nagyon füves pálya Magyarországon. Jó lenne, játszanék, de salak. Múlt héten pihi volt, úgyhogy most több meccs is le van kötve. Figyelsz egyébként, ez igazi fű? Hát igen. Micsoda? Mert olyan, mert persze, mert nyilván nem ugyanaz a típusú fű. Nyulak ülnek rajta. Igen. Nyulak ülnek rajta. Es. Amik a tyúkost, azt jobban ismertem. Nyuszi ül a fűben, tudod. Mert nyilván az nem ugyanolyan pálya, ugyanolyan füves pálya, mint mondjuk a foci pálya.
meg mondjuk, mint a golf, hanem valószínűleg ez egy teljesen még olyan, különben nem pattanna rajta a labda. Aha, így lehet kapni a füveket, hogy golf, fű, teniszfű, foci fű? Egyszer menj be a hobbiba. Igen, most megkérdezem, teniszfű van-e? Szerintem sokféle, az más. Az igazi, az rendes fű, csak hát nincs nagyon füves pálya Magyarországon, vagy hát nagyon kevés. Salak a legnépszerűbb borítás, meg hát nyilván talán a legolcsóbb is. Kemény pálya sincsen túl sok, ami jó minőségű. Itt mi salak nemzet vagyunk. Salak nemzet vagyunk. Ahogy Amerikában például egyáltalán nincsen nagyon salakpálya. Ott viszont kemény pálya játszanak leginkább, meg füvön. Kemény pálya. Európában nagyon sok helyen van salak. Hát ez változó kontinens. Salakmenők vagyunk, mint a Nadal. Igen. bárcsak azok lennénk. Igen. Aj, azt hittem, Bali, te otthon zokogsz. Hát, igen. Ráadásul megy az ismétlés. Szemetek, megismétlik. Azonnal az utolsó szeretet nem láttam, mert azt már aludnom kellett, 4-5-kor le kellett feküdnöm. Mondták? Elpapsizott a feleségem. Oh, de az jól esett, nem? Büntetésbe felmentem, mint egy kis pincsi kutya be az ágyba. Sokan cserélnének veled. Igen, drágám. Tessék lefeküdni? Negyedötkor hova fekszel? A legnagyobb maraság volt. A legnagyobb negyedötkor. Mert negyed-hatkor azért föl kell kelned legkésőbb. A legnagyobb hülyeség negyedötkor lefeküdni, akkor már végig kell nézni, és akkor már fönt kell maradni. Szörnyű volt. Könnyed, tús, bejössz is. De beparancsoltak az ágyba, enni kellett menni. Nem az élet kemény, te vagy csicska, úgyhogy. Azt mondták, alvás van. Jöttek, leosztottak, mennem kellett. Ott nem volt appelláltam. Kis pincsiként behúzottam az ágyba, és még szűköltem egy órát, mielőtt felkeltem. Régi 5-ös lezáró Soroksárnál, a Molkútnál rendőrök minden autót ellenőriznek, ezt Su bácsi küldte nekünk. Nem tudjátok, mitől van dugó Csepelen? Már Szigetszentmiklós az M0-ás felhajtótól áll, hatalmas dugó van. Régi 5-ös lezáró Soroksárnál, a Molkút után, igen, ezt mondtam az előbb, M1-es Budapest Győr jó járható. Ha tudjuk majd a csepeli dugó okát, akkor azonnal mondjuk, vagy ha valaki megírja. Sok az autós ellenőrzés, ellenőrzik a furgonokat, a teherautókat, és az egyterű autókat, amiben nem lehet belátni. Szerintem csempészeket keresnek. Soroksári út torlódik az M0-ás csomóponttól befelé az M5-ös lezárása miatt. R32 küldte nekünk, Szödligeten nem működik a vasúti sorompó, valamint Hegyeshalom kishatár le van zárva, csak az M1-es járható még. Ezt Sete küldte nekünk. Köszönjük szépen. Gyerekek, egy órán belül kétszer állítottak meg a rendőrei, kis furgonnal vagyok. Hál' Isten, a fuvarlevelet nem nézték. Ezt Pali küldte nekünk. Vecsés előtt a 4-esen a benzinkútnál mérnek, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. No, kéne, akkor tényleg ellenőrzés van. Ellenőrzés van, igen. Igen, de most itt keresik a csempészeket Budapesten? Hát bárhol végig. Hát ugye ő mondjuk, ha Szerbiából csempész, akkor M5-ös, M1-es. De miért itt keresik? Hát azt hallja az ember, meg azt olvassa különböző tudósításokban, hogy a röszkei határ átkelő mellett 150 méterről a rendőrök próbálják koordinálni a menekülteket. Teljesen nyilvánvaló, egyértelmű módon ott állnak a csempészek, és, ja, és fuvaronként 200-500 euróért viszik a menekülteket, és álltak, halálosan legálisan megy az egész, úgyhogy senki nem szól semmit, senki nem megy oda hozzájuk, senki nem kérdez semmit. De ez most már nem egy újság. El lehetne kapni őket, ott, ugye? Ott állítólag ott vannak, de hogy nem kevesen. Igen, meg mondjuk inkább erősítést vinnének a kollégáiknak, akikről azt lehet hallani, hogy óriási túlterhelésben vannak, nem kapnak megfelelően enni, illetve hogy itt tök kevesen vannak. Tehát, hogy így hát igen. Vannak itt azért problémák, már ezen a fronton is. És most már a németek is azt mondják, hogy elég segítséget kérünk, ugye müncheniek mondták, hogy a tartományok segítségét kérik, az osztrákok kíváncsiak, hogy mikor zárják le a határt. Hát nem tudom, mi lesz a megoldás. Én nem tudom, mi jön még. Most, vagy hogy bejön, így, hogy fog megoldódni, de csak egyre nagyobbnak tűnik a káosz. Egyre nagyobb. Most ilyen óriási számot említenek, akik jönnek felénk, ha mondjuk bejön 20 000 menekült, és az osztrákok lezárják a határt, akkor mi van? Ők itt maradnak? Hát nem, mert elviekben ide se jöhetnek be, mert ugye kettől teljesen elkészül ez a kerítés, mert nem tudom, hogy fog elkészülni, mert láttam a hétvégéről a képeket. Egy cölöpverőgép dolgozik, 150 katona nézi, mert hogy szegények nem tudnak mit csinálni. Aha. Oda rendelik az élőerőt, de technikai eszközök nincsenek. És akkor kedre fejez be a kerítést. Rengeteget szívnak. Katonák is, meg a rendőrök, és főleg a rendőrök szegények. Hát ez mindenki közben ott vannak, igen, az önkéntesek, és azt hallja az ember, hogy erejükön felül teljesítenek, és viszik a civil szervezetek, meg az önkéntesek, és már a rendőröknek is osztanak egy csomó mindent. Egyszerűen nem látom, hogy annyira elkeserítő ez az egész, hogy nem látom a megoldást, vagy nem látom, hogy ez mikor oldódna meg.
nem, most már az osztrákoknál is káosz van, tehát egész egyszerűen nincs egy egységes fellépés, nincs semmi. Csak jönnek, és tehát amit te is mondasz, hogy 10 000 embernek, 15 000 ember jön majd most még így hirtelen. És a szerbek most gyorsan hozzák még őket, amíg ugye le nem várják az osztrákok a határ. Most ha megérkezik oda a röszkére 15-20 000 ember, mi lesz? Hát az már egy klasszikus katasztrófa, nem? Biztos, hogy nem tudod megállítani őket. Nem tudod megállítani őket, igen. Hogy a kerítésre visszatérve, mert ön tetszeti annak a megszólalása, hogy ugye van egy gép, és akkor a katonák meg utána, hogy az megvan, hogy most hogy lesz ez hogy lezárjuk a kerítést ott is, ahol vonatsím van. Mert ott jönnek most. Mert ott most átjönnek. És egy ilyen mobil kapu lesz. Mobil. És akkor ott állni fog mindig egy ember, és hát nézi. Hát jön a vonat, igen. Kénytelen. Leteszi a fejét a sínre, hallgatja, mint Vinetú. Ugye? Mondja, hogy jön a gőzös, gyorsan, elmegy, elhúzza a kaput, elmegy a gőzös, visszarakja. Visszacsukja. Érdekes lesz. Egy apacsőrmester. Igen. Egy tollal a hajában. Ugye? Egy tollal a hajában. Mondásaink, indiányaink is biztos. Mi van a cigivel? Jól van, köszönni szépen. Hát figyelj, nem szabad. Hogy telt a hétvége? Hogy vagy te is a dohányáról? Ott vagyunk, hogy ugye csináltunk egy leszoktató kurzust. Egyelőre. Szétszurkáltátok a fülemet, illetve nem ti képletesen, de a hölgy, akit ti hoztatok. És akkor az egy nagy megkönnyebbülés lett, de igazából nem hozta meg a várt eredményt. Tehát a leszokás még odébb van, és nagyon várom, hogy hol húzzátok elő az igazi ászt, a legnagyobbat. Tehát én most még dohányzó ember vagyok, és nagyon köszönöm mindazoknak, akik hallgatják ezt a rádióműsort, hogy nem szoktam le. Tehát egész hétvégén ez ment. Te dohányzol. Ja, már az úgy könyvelték el, tényleg, hogy te már leszoktál. És akkor mondtam, hogy elindultunk az úton, de én még gyarló ember vagyok, én még egy szemét állat dohányos vagyok, várjatok egy kicsit. Hát, azért, mert micsoda dolog, adjak egy cigit, nem kell, köszönöm, meg tudom venni, van nálam, stb. És mindenki úgy könyvelte el, hogy mi kész vagyunk ezzel a szettel. És mondtam, hogy nem vagyunk kész. De pár szállalt a napi penzumból, a korábbiból már elhagytál? Abszolút, persze. Abszolút. Csak ezért mondom, mennyire láttam reggel, a reggeli már kimaradt, hogyha jól lettem észre, reggel nem gyűjtött le. Azt ezt is pozitív értelem mondom, de azért azt a tétovaságot, ahogy a Feri reggel bejön, és tudod, így még a rutinból így mozdulna rá a kávé, és csészére, és indulna ki, és nem. Nincs mit csinálni. Leül, és tudod, és így nézelődik, malmozik, tudod, igen. Annát, meg Janit. Jó, aztán pedig elindul befelé. Most próbálod tartani ezt a napi kevesebbet, vagy a fülszúrás még kitart azért? Vagy kitart a fülszúrás, meg arra jöttem rá, hogy az én igazi dohányosságom az a reggeli. Tehát mindenki azt mondja, hogy a reggeli cigi a legszörnyűbb, mert hogy az a nagy függőség, hogy reggel fölkezd, és az első, hogy rá kell pippancsál. Érted? A Ferének az volt az a rakéta, amit, hogyha begyűjtöd, akkor elhagyta a légkört. Igen, akkor tudtam menni, de én már otthon is. Én elmondtam nektek reggelén kávé és dohányzás, hogy el tudjak indulni, aztán bent itt Annával a következő. És most ezeket elhagytam. Én hát ma még nem gyújtottam rá. Tényleg? Aha. És ahhoz képest tök nyugodt vagyok, jó? És ahhoz képest nincs semmi baj. Igen, igen. Úgyhogy majd meglátjuk, de én még várom a következő módszert, illetve most mondom, ezzel a kis csökkentéssel megvagyunk, de ezt tudom, hogy ez önbecsapás az, hogy kicsit kevesebbet szívsz, mert mondjuk egy hét múlva ugyanannyit fogok szívni, hogyha nem megyek tovább az úton. De most ma mondom, ma még nem gyújtottam rá. Hát akkor keresnünk kell egy valamit, másik módszert. Azt észrevette, hogy próbál meg találni olyan más szenvedélyeket, amivel le tudná kötni mondjuk ezeket a felszabaduló energiákat most nemrégiben, amivel nem talált se egyetlen tubus technokolt sem bent a szerkesztőségben, bedobált néhány celluxot egy zacskóba, és azt kezdte el szívni. De hogy egyelőre még nem sikerült találni. Hát Ferinek ezek ilyen reggeli szeánszok voltak, ezt én is meg tudom erősíteni, hogy reggel már a parkóból leáll a kis autóval, már kiabálja, hogy kávém! Tudod, a nyitott ablakon keresztül jött be, kávéspohár felmar, cigi előkap, és irány. És Annával irány a friss levegő. Igen, friss levegő és rágyújtás. És ezek például és már, ez marhára hiányzik. Nem. De nem a dohányzás hiányzik igazából, vagy most a nikotin még nem érzem. Hanem az egész, hogy ahogy kimész, hogy megfogod, ahogy... Egy olyat nem nézünk, hogy egyszer csak leteszed? Hozzunk még módszereket? Csüssük még ki az agyad egy ifaksival? Mondjuk azt, hogy mert most mi benne vagyunk. Tegnap este letettem, vagy mi? Nem. Most letettem. Jövő héten, hétfőn, vagy kedden kitaláljuk, hogy akkor mi van, ha sikerül, mi van, ha nem. Ünnepélyesen itt bent, elszívod az utolsó szál cigarettádat, azt körbeadod,
Akkor tegyek bele valamit. Körbe üljük. És egyszer azt mondjuk, hogy oké, megnéztünk különböző módszereket, jó, eddig nem tovább leketelni, abba kell hagyni, vége van. Elbúcsúzunk tőle, megsiratjuk, és abba hagyod. Jó, de ez az vagy jövő hét legyen? Vagy hozzunk még módszert. Mondhatjuk ezt, hogy akkor a deadline, a halálvonal az jövő hét hétfő, de addig még hozhattok mondjuk egyet, vagy kettőt. Jó, még azért férjen bele valami, hogy mit tudom, egy viharlámpával, vagy bunzenégővel égessük a talpát. Hogy legyen már még valami akció. Igen, kicsi gyertyákat, az IKEA gyertyát a lábujjai közé. Gyújtjuk meg, mert hátra le tudsz szokni. Jó, hát valamit még hozhatunk neked. Mondom, én még hallottam egy ilyen gerinces, kisütős, ideg kiégős. Mama, jól van? Blokkolós, idegsejtes, megölős. Gerincbe beleszúrós, valamit hallottam. Általában az is létezik tényleg, hogy igen, a gerincedbe valamilyen idegpályát ott kiölnek. Aha. És ha mellé megy, akkor viszont lebénult a fél. Két ilyen húsztűvel tudod tényleg, ami ezért egy két ilyen így faksírva. Így, amiről múltkor beszéltük. De van valami ilyesmi. Még egyet találtunk. De szerintem neki kell menni a radikálisabb módszereknek. Tehát aranyos volt ez a kevesebbet, mert akkor szurkáljuk a füledet, tehát jó. Tehát gerinc kisütés. Ennél azért masszívabb dohányos vagy, hogy ez működjön. Úgyhogy álljunk neki a keményebb módszereknek. Jó, mondom, akkor a héten hozhattok még egy valamit, azt kipróbálom, valamilyen módszer. Viszont én már kitaláltam, hogy mi a fogadásom tárgya. Na! Én már tudom. Na mi? Nem mondom. Ja, miért nem? Ja. A betyárjál, de oda csaptál. Megcsavartad a témát. Na most meg vagyunk. Csak elmondom, hogy amikor ezt én otthon bejelentettem, hogy tovább roncsam az amúgy sem igazán jó renomémat. De ezt a meccs után, vagy előtt mondtam. Ezt még a meccs előtt mondtam, erre még éjjel meccset néztem, és azt hiszem, hogy a válasz szélére sikerült sodorrom az én kicsi feleségemet. Megvan! Nem feküdjél már le. A rohadt életben, hogy nem értesz azt mondta, szép hogy szobó. Azt mondta, hogy ne, ezt ne, csak ezt ne, könyörgöm, ne, de mondom, ezt, ez lesz, ne, léci, csak ezt ne. Ú, de jó. Ezt találtam ki. Akkor ez jó lesz. Ez jó lesz. Tényleg ezt mondta? Ezt mondta. Ha Viki tiltakozik, ezt, akkor ez jó lesz. Szerintem most ki nem szólunk. Büntik vagyok, most nem hallgatunk. Ja, most nem, helyen. Szerintem most Kossuth szól. Gyerekek, amik itt emlékezetesen. Most ezen indított hallgatja. Szerintem a bocsiékra tekert. Most nem mi szólunk ott kint a szerkesztői fülkében. Szóval megálmodtam, hogy mit tudok neked felajánlani. Nagyon jó. Mi lesz az én, hát hogy is mondjam, ajánlatom, na, ha sikerül leszoknod. Aha. Tehát ugye én arra fogadok majd, hogy nem sikerül. Ha mégis megteszed, és bizonyítható módon szúrópróbaszerűen rátörjük az ajtót otthon, elmegyünk egy forgatásra, egy koncertre, és soha sehol kémeink nem jelentik, hogy dohányzol, mert az egész országot fogjuk rádállítani. Tehát mindenki téged fog figyelni. És azt tartod egy bizonyos időintervallumig, akkor én megvan, hogy mit ajánlok fel. Aha, figyelj. Mi a fogadástárgya? Jó, most nem mondd el, hogy mi a konkrétum, csak két dologgal, csak tényleg, hogy biztassál minket, hogy áthúzzál minket ezen az időszakon. Közröhelyi tárgyával válsz, vagy nagyon fog fájni? Mindkettő? Ez az! Hát vagy király! Nézd ki, üvöltötte leghangosabban! Viki, mindkettő! Úgy kell neki! Mindkettő. De hát ez egy áldozat, tehát a fogadás ugye arról szól, hogy vállalj be valamit, igen, amiért inspirálod a másikat, ha megcsinálja, akkor viszont hát magadat kell úgymond idézőjesen áldozattá tenni, tehát az olyan, az mindkettő. Miért érdemes nekem küzdeni? Mert hogyha úgy érezném, hogy ez a cigis ügy maga nem elég a küzdelemben, hogy ugyan letegyem, de jobb, szebb életem legyen, hogy legyen valami, ami egy ország fog majd röhögni a Balázson. Ha kell, igen. Ez a szerintem erőt az. Szerintem is fájni is fog. Tudod mit, hagyjuk, én most leszoktam, én meg vagyok, kész, mondhatod. Mindenben van, amikor rágyújtanál, akkor eszedbe jut, hogy nem. Ez annyira durva lesz, hogy ez neked erőt. Tehát lásd, hogy mit vállalok be azért, hogy neked ez menjen, és neked ez sikerüljön. Jó, és akkor nekem is kell valamit beígérnem, ugye? Te is gondolkozzál majd valamit, hát az már úgy jó, hogy tudom, tényleg, hogy te mit adsz. Hát tényleg fogadjunk. Jó. Én benne vagyok a fogadásban, én tartom. Az a baj, nagyon elszánt vagy, tehát sanszos, hogy megcsinálod, de én azért... Hát úriember, tartom. Nagyon jó lenne. Ugye? Nagyon jó lenne. De akkor tényleg valamit azért sejteni kellene belőle a Ferinek, hogy azért partiban legyetek. Tehát, hogy mind a ketten olyan dolgot ajánljatok fel, ami egyenlő súlyú. Hát figyelj, a jövő hét hétfőn azt mondjuk, hogy itt a vége a dohányzásnak, és akkor elindítjuk, akkor elég, ha elmondja, hogy ő mit ajánl. Persze, hát ha megtörténik maga a fogadás, hogy elszívja az utolsó szál cigit, csap bele a dátum mondjuk, mit tudom én, december
15-e, 20-a. Azért, hogy tartsunk azért egy hónapot, két hónapot, hogy ne azt mondjuk, most egy hétig nem gyújtasz rá, mert utána semmi. Egy hét múlva én megcsinálom, hogy hülyére dohányozza magát két hét múlva, az nagyon nagy bukó. Tehát mondjuk két hónapig, mert az már valódi leszokás. Tehát két hónapig, ha nem gyújtottál rá, utána már szerintem megvagy. Az első három hét által a legkevés. Igen? Igen. Három hét a legnehezebb. Csak lásd, hogy mennyire a szívedem, az, vagy az én szívemen viselem a sorsodat. Én elolvastam az Ellen Kernek a könyvét. De megrendeltem, elment a Juli, és elolvastam. Nem tudom, miért én olvastam. Igen, ez érdekelne, hogy miben hiszel, hogy nem fogsz többet rágyújtani? Ezért is se dohányoztál. Na mindenki azt mondja, hogy az Ellen Kern módszer, meg az Ellen Kern könyv, én elolvastam. Odaadom neked, olvasd el. Szóval nem jó könyv. Nagyon nem motiváltál. Elolvastam, szóval odaadom, olvasd el. Közben jönnek a tippelések, hogy mit fogok fogadni. Veszel egy alfát, Bali? Azért mindenek ma határ. Ajánlj fel, hogy fizeted az esküvőiket. De jó, az is mennyire az jó. Is mennyire jó. Jó, hogy oké, akkor nincs más mentség, fizetem az esküvőt. Szóval elolvastam ezt a könyvet, és igazából attól tűnik jónak, hogy nincs benne semmi extra. Aha, tehát semmi extra. Tehát úgy olvastam el, hogy na már érjek a módszerhez, kezdjem már el, és végül rájöttem, hogy az egész könyv maga a módszer. És arról szól, hogy odaadom, tényleg itt van az asztalomon, két óra, egyszer itt maradtam fél egyig, vagy délig. Valami ezért. És elolvastam az egészet. Hát ez egy milyen fiú, hát nézd meg. Itt ültem egyet, hogy már jött a szél ebédelni, melegítettek kaját a mikróba, és meg itt bújtam a könyvet. Mit csináljunk ezzel az emberrel? Mit csináljunk ezzel az emberrel? Arról szól, hogy megérteti veled, hogy alapjában jövő miért dohányzol, milyen gondolataid vannak dohányzás közben, mit helyettesítesz, mi a pótcselekvésed lényege, mit csinálj helyetted, de semmi nagy dolog nincs benne, hogy akkor most induljon a leszokás. Egyszerűen csak részleteiben érteti meg veled, hogy mit csinálsz, amikor dohányzol. Aha. Mit pótolsz, mit nem pótolsz, függő vagy nem vagy függő, beteg vagy nem vagy beteg, ezt így leírja, és általában elolvasod, és leszoksz. Ezt az esélyt. Te elolvastad, és nem gyújtottál rá utána. Nem, mert olyan rohadt hosszú a könyv, és ezért a dohányosoknak. Amíg olvasod, addig se gyújtasz rá. Igen, tehát csak olvastam, végre úgy felúsztam magam, hogy már én is megkívántam egy szál cigit. Na, szóval akarod, akkor ezt odaadom, jó, olvasd, jó, akkor hát, ezt én ma gyorsan kivégzem, holnap beszámolok róla, és akkor még mindig tudtok hozni egy szerda csütörtökön egy ilyen kis sütést. De én ezt odaadom neked szívesen. Jó? Hát egy igazi önzetlen férfi vagy tényleg. Mert mindenki azt írja, hogy ez az Ellen Kerr, ez meg mennyire jó. Ő már nem tudom hány millió embert szoktatott le a dohányzásról. Tehát ő már ilyen tanfolyamokat szervez, meg ilyen nagy ilyen központokat hozott létre, ahova te be tudsz vonulni, és akkor ott téged az ő módszerével leszoktatnak. Semmi extra, nincs a módszerébe. De lehet, hogy neked lesznek benne nagy igazságok. Tehát te úgy fogod olvasni, hogy Jézusom, tényleg, ugye hát én nem vagyok dohányos, tehát én nem tudtam, hogy mi van reggel, mi van este, mi a mozdulat, mi a füst, csomó mindent leír, ami tök jó. Lehet, hogy megérted saját magad, hogy... Végre, ennyi év után 45 éves vagy. Eljutsz saját magadhoz. Itt a könyv, nesze. Igen. Jó. Kazi kérdezi, Balázs, felajánlod az első szülöttedet, kérdezi. Van elég gyerek otthon, köszönjük. Igen, ha Feri leszokik, akkor Jani megeszik egy rántott húst. Hát a Jani nem akar fogadni, illetve Jani nem. Nem a Jani. Én most ezt páholyból nézem végig. Ezt is. Érted, szíztam én már eleget. Az most is igaz. Én páholyból nézem végig ezt a kis eseményt, és nagyon drukkolok mind a kettőjüknek, mert bármelyikük szív. A számomra öröm. Csak jól jöhetsz ki a dologból. Csak jól jöhetsz ki a dologból. Egyértelmű. Csak jól jöhetsz ki a dologból. Én tudjátok, hogy én radikális megoldások híve vagyok, a Balázs erősen tiltakozott, de én még mindig tartom azt a szállításomat, hogy a legjobb módszer az lenne, hogyha felszívod a varratokkal, összevarnánk a Feri száját, és katéteresen táplálnánk. De hát de nem akarják. Nem, valamiért, az igazi bulit nem. Hát mennyi idő alatt szívodna varrat? Hát azért egy-két hét azért lenne benne szerintem. Meg a fenekén tud dohányozni. Tehát azért, ha nagyon nagy baj van, akkor így még azért így... Jó, általában talán valamennyi oda is maradna. Csak annyi egy kis gemkapocs. Ugye meggyújtani azért kicsit nehéz a hátad mögött, de azért, ha már nagy baj van egy nikotinos, az egy nikotinfüggöt simán elszívja. Nem? Mit csinálsz? Dohányzom seggel. Igen. Tehát ez simán megtörténik. Azt mondja, Feriben jó politikus lenne, csak mellé beszél, de esze ágába sincs leszokni. Megérett az elhatározás. Megérett. Ne csináld ezt, ne megkereslek 38-as végű. Igen. Ne csináld. Alaki azt írja, Miklós azt írja, csak legyezgetitek a fingot. Köszönjük hát, szépen. Finom ne haragudj. Csak úgy működik, hogy Feri leteszi, és nincs több. A többi rizsa, nekem elhihetitek. Lassan-lassan eljutunk ide, tehát kipróbáltuk már ezt, azt, még van egy-két módszer, de egy-két héten belül tényleg ünnepélyes utolsó szárelszívás, és Feri leteszi. Nem lesz más. A módszerek nem hatnak. Tehát te múlt héten, mint egy tűpárna úgy néztél ki, két napig jó volt, ugyanúgy dohányzol. Úgyhogy, hát igen,
el kell radikalizálni kell egy kicsit a módszereinket, igen. Azt mondja, én tudom, Balázs pingpongütővel fog teniszezni mezitláb. Nem ilyen. Nem ilyen. Engem fog verni pingpongütővel. Igen, Bali a herevasalás nem ér. Egy-két ünnepélyes kép azért az lehet, hogy jó lenne, igen. Balázs pelenkában végigmegy a forgalomtól lezárt Andrássin pókjárásban. Ez az. Nem rossz. Erre gondoljál, te itt. Jó, ezért hülyét nem csinálok magamból. Tehát azért ez azért novemberben tud. Azt azért élveznéd, na. Igen. Az Elenker módszerben az a jó, hogy nem az súlykolja beléd, hogy rossz a dohányzás, hanem hogy jó a nem dohányzás. Egyébként tényleg ez van a könyvben. Tehát ne azt várt, hogy beteg vagy, függő vagy, büdös vagy, rossz vagy, nem tudom mi vagy, hanem milyen tényleg jó azt leszel. Írja, hogy értsd majd meg, hogy mennyivel jobb lesz neked, ha már nem fogsz dohányozni. Mert az jó a tematika. Tényleg erről van szó a könyvben. Mert az állításodnak az első félre úgyis tisztában van. Hogy? Hát, hogy most azt minek értse meg, hiszen érti, tudja, hogy büdös, vagy rossz vagy egy szemét állat, kiközösít a családon, ellensége, az emberiség ellensége, vagy gyermekei gyilkosa, meg egyebek ilyenek, azt értem, de hogy mi a jó, hogyha már nincs a cigi. Az a lényeg, hogy rátok, drága hallgatók, nagyon számítunk. Nagyon. Tehát másfél-két millió kémet állítunk így a fejre. Ha észreveszitek, hogy egy budiban, egy tojtóvécében, egy best of koncertben hátul, az alfában a szőnyeg alatt a hátsó ülésen lebújva, törjetek. Nincs hátsó ülésen. Higgyétek el, tényleg. És csak a számokra hagyatkozunk, a puszta tényekre. Arra, igen, hogy másfél millió embernek a rossz indulata több, mint kettőjé. Törjétek rá az ajtót, kopogjatok be utána a budiba, menjetek utána, nem létezik az, hogy akkor, ha tényleg ő le akar szokni, akkor valahol titokban dohányzik. Mindenki őt kell, hogy figyelj. Vérdíjat tűzünk ki a fejének a fején. Igen. Aki le tudja fotózni úgy, hogy egy száz cigival a kezében is rémült, zavarodott és dühös arcot vág. Az 10 000, mi? És így mutat a kamerába egy... És ha a fotósorozat, akkor majd pár nem fizet. Fél, már látom a szemben lévő erkélyen megjelenni a masinákat. Így van. Először az anyázás, aztán a könyörgés. Tudod. Szabad szemmel látható összeget fizetünk neki. Jó? Ha ez valóban. Jó, de ez nem mostantól van. Ez nem mostantól, most meg duványozhatsz. Most meg duványozhatsz nyugodt. Na, tapasz az jó, sofőr vagyok, napi 2 doboz cigi volt eddig, se ingerültség, se semmi, ezt Gábor küldte nekünk. Hát ez, ehhez én nem értek, Azon túl vagyok egyébként, pár évvel ezelőtt tapasztaltam egyszer, csak így kíváncsiságból, vagy nem volt meg a nagy leszokási kényszer bennem, tehát hogy nem úgy mentem neki, csak kíváncsi voltam, hogy meg lehet-e azt oldani, hogy merülés közben, ugye a nikot egy órát len vagy a víz alatt nem tudsz dohányozni, és ki akartam próbálni, hogy ezt meg lehet-e oldani. Tapassza. Hát persze, hogy jöjjön, igen, jöjjön az a nikot. Ez igaz, hogy megyek a vörös tengerre merülni, viszek, tapasztít, legyen a víz alatt. Én már próbáltam betölteni is nikotinos levegőt, de azt mondták, hogy ez annyira az nem vicces. Igen, minek a 3 palac? Az egy. Nem értették a safari vezetők, hogy a palack ott érdelt, és fújtad a palackot. Mit csinál? És töltötted be a nikotinos levegőt, és működött a tapasz a víz alatt? Nagyon jól adja. Jól? Nagyon adja? Jó. Kibírod azt az egy órát cigi nélkül oda lenn. Na, az már a komoly függés egyébként, hogy az egy órás merülés alatt azon gondolkozol, hogy hol fogsz, vagy hogy mit fogsz szívni. Na mindegy. Úgyhogy segíts nekem még módszert keresni, jó, Jani? Természetesen. Jövő héten vagy jövő hét után rituálisan elszívjuk az utolsó szálat. No? Egyértelműen. Vannak szerintem mindenképpen spirituális vonalra kell rámennünk, vannak például nagyon megbízható, nagyon meggyőző hektetoválás. Mit csinálnak? A spirituális jeleket fogunk a felének az arcára tetoválni, esetleg pszikével, éles nádarabokkal, izzóvassal, stb. És szerintem ez hosszú távon segít, vagy nem? Uh-huh. De mindegy, egy teknős békát rátudom. Egy repülő lepkét, igen, ahogy mozgatja a szárnyait, és szár róla a virágpor. Az jó? Az jó. Igen. Egy fél menni macskát. Fog. Így van, így van. Egy hatalmas lőcse rendelkező póni. Egy híres inka tetoválás. Így van, ez nagy lőcsi póni. Ez mindig beszokott jönni. Állítólag mindig segít leszoktatni. Igen. Na jó, szóval akkor ma megkapod az Elenker könyvet. Jó. És akkor olvasd el, aztán megnézzük, hogy mi. Lehet, hogy holnap már úgy jössz be, hogy elolvastad, és végeztem mindennel. Mi az a cigaretta? És mit akarunk mi egyáltalán? Jó, olvasd, Eferi, én így szoktam le 42 év után. Pozitív hozzáállás, ne nyavajog, utána sajnáld a dohányzót, ezeket a hasonló gondolatokat találod majd meg a könyvben. Aha. Ez neked újdonság, úgy látom.
most írt. Ez a ne nyavajog utána, ezt nem olvastam meg, de lehet, hogy van ilyen rész, igen. Na, azt, hogy sajnálod. Ne nyavajog, ne picsog, ne sírjál, ne legyél kislány, ne legyél hercegnő. Szedd már össze magad, ne égesd magad, semminket. Igen, na meglátjuk. 7:08 pontosan 4 perccel. Jövünk a játékkal, jó? Igen, ezt akartam mondani. Oben bácsival, Beru nénivel játszunk. Ha valaki játszana velünk, szeretne egy szép Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomagot, akkor írjon SMS-t, mert azok alapján tudjuk visszaívni a játékosainkat. Mi pedig jövünk, Ákos, híre után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk friss közlekedési hírekkel, mert hogy ami drága hallgatóink küldtek nekünk. És ez mindig jó, hogy küldenek, mert sokaknak segítetek ezzel. Azt kérdezi Tomó, hogy miért van dugó a 10-es út Solymár-Budapest szakaszán? Hát ugye tudjuk, hogy a körforgalmat megoldottuk, gyerekek. Utána egy felüljárót kéne most még oda tenni, hogy helikopterekkel vinni az embereket. Nem tudom, mi a megoldás. Most folyamatosan dugó van. Oka nincs egyébként. Sokan elküldtétek, reggel mindenki próbál bejönni. A város nem bírja fölvenni a forgalmat. Így van. Körforgalom most már oké, de a körforgalom oké, de utána is dugó van, igen. 6-os út, M0-ás csomópontjában is kint vannak a rendőrök, ellenőriznek, ezt Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen, Kaposvár felé van egy trafink, ez is fontos, valamint azt nézem, hogy az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán óriási a dugó, valamint megvan a csepeli dugó oka, ugyanis a gyorsforgalmin egy csőtörés miatt leszűkül a forgalom a csepeli kijáratnál, és ez az oka a dugónak. Ezt Kicsi Rigó küldte nekünk, és hát a 10-es út Pest felé katasztrófa, 1/2 km, ez minden nap így van. Kérem. Igen, hát ott valójában nem a körforgalom már a hibás, hanem utána. Egyszerűen utána is valószínű dugóban. Vonattal tudsz bejönni arról? Tehát mit én, Pilisvörösvár? Ott van az, van az a piros vonat, amit most 22 milliárdért felújítottak, és 5 perccel lett gyorsabb. Most se teljesen értem. Figyelj, azért, hasít. Felújították, és 5 perccel lett gyorsabb, azt érted? Hogy az hasz, hogy hát, figyelj, nem lehetett többet kihozni belőle, ja. Nyilván. Tehát a pályát rendbe tették, de a vasúti szerelvény az ugyanolyan. Az azt hiszem, Esztergomból jön, és akkor ott szeri föl az utazókat, hogy pontosan mi az útvonal, nem tudom, csak a Solymáron jön keresztül. Nem, mondjuk az megoldás lehet, de hát hogy nyilván nem akar az ember vonatot. Hát, jaj, igen. De szépen csörgözik. Mit csinálsz? Te dobtál pénzt? Dobogassa csak. Az előző számnak meghallottam, hogy kb. Vagy utána számoltam, vagy mit tudom, utána gondoltam, mennyi lett a BPM szám, azt gondoltam. Erre iszok egy kávét, nem mondom, behaszott. És itt áll egy kávét, és gyorsan elkészítem. Persze, már tudtam, hogy ennyit megír a dolog. És akkor egyébként, amikor... De nagyon szerettem, hogy rendesen nem kell szólni, észre se veszük, és te csak dobsz, ez nagyon korrekt. Fegyelmezett vagyok. Hát az én... Igazi úr. Ez a 13 hónap nagy tarts, azért megtett a hatását. Nagyon rendes ember vagy te egyébként. Nagyon. Úgyhogy, és ilyenkor, amikor ez a vonat indul, már miután ekkora hatalmas, hihetetlen gyorsulás szedett össze, hogy szólnak bele, így kapaszkodjon a kiindulók. Nehogy valaki tért, látszakodjon. 22 milliárdért csinálták ezt meg, és 5 percet nyertek vele. Az kemény. Aha. 5 perccel egy gyorsabb, igen. Na nézzük ki a játékosunk. Oben bácsival játszunk már is, itt van a játékos. Nem gond, ha nem vágod a pároloptató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Oben bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Krisztián, honnan hívtál minket? Én Bolyban jelenleg ott dolgozom. Boly. De Mojsi vagyok. Mojsi? Kifejezetten megemlíteném. De Mojsi. De Mojs. Normál. Mojs. Persze. Mojsi vagy. És mit csinálsz? Mit dolgozol? Én targoncás vagyok. Targoncás vagy. Egyszer vezettem targoncát, nagyon élveztem. Nyilván, ha az ember napi 10-be ezt csinálná, vagy 8-ba kevésbé élvezné, de nagyon szerettem. Nagyon jó. Hát van kellemes és kellemetlen oldala is, így van. Mi a kellemetlen? Kellemetlen a maga a pörgés. Már hogy gyorsan kell. Pörögni kell, és az adott hát értékes dolgokat viszel, akkor ez a felelősséggel is jár. És azért pörögni kell. És mi a kellemes? A kellemes? Hát az, hogy ez nem feltétlen fizikai munka, hanem koncentrálni kell magam. És maga ez egy kellemesebb része annak, mert azért vannak itt olyan munkák, ami például a Magyarországon a jellemző, ami fizikai jellegűek. Aha. Hmm. Hát hogyne, persze, hát van konkrét fizikai munka, itt az ember ül, és egy kis joystickkal ugye irányítja a kis targoncát, de jó egyébként. Így van. Legalábbis amikor kipróbáltam, nyilván az ember hosszú távon csinálja, nem biztos, hogy szereti, de te szereted, ahogy hallom.
Tessék? Szereted csinálni? Hát szeretem, igen. Mondjuk azt, hogy szeretem. Uh-huh. Nem, az életem, nem az életem munkája, de szeretem. Jól van, aki segít, vagy egyedül játszol? Á, itt vannak a kollégák, ketten segítenek nekem, és remélem, hogy segíteni fognak. Említsük meg őket, a történelmi hűség kedvéért. Kik ők konkrétan? Hát a Zsolt. Zsolti, szia. Zsolt és a Zoltán. Zoltán, szia. A teljes majsi brigád fel. Mindenki. Nem majsiak, nem majsiak, ja. Láncsókiak, meg bolyakról beszélünk. Én vagyok csak egyedül majsiak. Ne haragudj. Nem, ez mindegy. Ez a fajta lokál patriotizmus nekem nagyon szimpatikus. Ja. Igen, ez fontos. Na figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? A szokásos kis hétfő reggeli gépelés. Megint okay, valaki bemószerül. Igen, Beru néni jelent. Írja a jelentés. Mi történt? Nekem, jelent pont. Igen. Igen. Hol voltak? Mit csinált Óven bácsi? A buckalakok megint feldulták a veteményes. Felveszi a jegyzőkönyvet. Beru néni felveszi a jegyzőkönyvet, igen. Na, hát mit is mondjak neked erről a feladványról? Annyit mondjatok, a feladvány megfejtését mondjátok nekem. Ez egy amerikai sorozat, ennyit segítünk, jó? Amerikai sorozat? Igen. Jelenlegi? Na jó. Élőlés? Meghalt valaki? Nem, nem, nem kell barkobázni, jó? Majd mutatjuk, jó, és okay, akkor próbáld kitalálni. Na figyelj, jön egy... Még egyszer hallhatnám? Hogy nem, mutatjuk. Húha. Egy kis segítséget kaphatok? Egy hosszabb verzióba? Hosszabb verzióba, persze. Figyelj, kivettük a bögrét. Ez mostani sorozat? János. Figyelj, az igen, még olyan kérdéseket tudnék segíteni, ezeket tett fel egyszer, és a szeretem? Jó, ez. És én szeretem? Láttam már. Kérdezni a játékos magától. De én tudom. Na, nem, fogalmam sincs. Segítenék, fogalmam sincs. Akkor Balázs a sorozatmániás, úgyis, akkor tudjuk róla. Segítek, én mindig is utáltam ezt a sorozatot, és na, csak oda kapcsoltam, láttam, hogy megy, és elkapcsoltam. Akkor ez nem mostani, akkor ez már lejárt. Igen, soha egyetlen egy részt sem láttam végig, nem szerettem. Hát most az az igazság, én 30 vagyok, ez az én korosztályomnak a filmje. Lesz majd egy ilyen játék, amikor barkobázni kell, de mutatom még egy részletet, figyelj. Jó, rendben. Egyetlen egy tippem van, mármint a kollégám mondta, talán, sajnos muszáj, mert nem fogjuk tudni, muszáj rá tippenünk. Talán a szuper csapat lenne az? Nem, ez nem a szuper csapat. Tényleg volt ilyen egy szuper csapat? Úristen. Vicces volt. Igen. Na nem, megmutatjuk, jó? Figyelj, illetve meghallgathatod még egyszer, és közben elmondjuk, hogy ez a Kocsek című Kocsek, Kocsek az 30 éve ment. Igen, én azt szerettem. A Jani annyit mondhatott volna, hogy nyalóka. Így van. Nyalóka. Mondani akartam, hogy ez bizony nyalóka. Igen. Ez az lett a vége. 73 és 78 között sugározták, és igen, hát Telly Savalas játszott a főszerepet, ugye Kocsek. Ő egy nyomozó volt, talán hadnagy, igen, a rendőrkapitányságon. És nyomozott. Utáltam mindig. Egy valamit mondhatok, hogy gyorsan, ha már úgyis élő adásban vagyok. Csak azért, mert most volt a párommal az évfordulónk, és csak puszilom, ennyi. Jó? De aranyos vagy, már hányadik évforduló? Hát konkrétan 11 éve vagyunk egy, de házassági évfordulónk az 2 éve volt most. Na, Zsolti vagy Zoli az? Nem, Krisztián is mostra az Ildikónak küldi. Ildikónak. Jaj. És tart a szerelem, és minden oké? Nagyon tart, így van. Nagyon szeretem a páromat. Nagy buli volt? Hát nem tartottunk, ketten pesgőztünk egyet, ez nekünk bőven elég volt. Igen? Így van. Nem, most csak évforduló volt, az esküvő az már 2 éve. Nem, az esküvőt kérdezem, hogy nagy buli volt az esküvő? Nem, szűk család. Ott csak egyedül voltam. Szűk család. Jó van. Na, hát akkor örülünk, hogy ezt az üzenetet át tudtad adni. Mi is sok boldogságot kívánunk nektek, jó? Nagyon szépen köszönöm még ezt a lehetőséget. Viszontalásra. De aranyos, hogy köszi, Krisztián. Ciao, vigyázz magadra. Hello. De aranyos volt. Nem, szimpatikus. Jó fej volt. Szimpatikus volt, igen. Azt tudtátok, hogy a Telly Savalas a keresztapja Jennifer Anistonnak?
Nem. És azt tudtad, hogy az emberi fej 3 kilót nyom? És azt tudtad, hogy a méhek és a kutyák megérzik a félelmet? És azt tudtad, hogy egy bödösikot is hított csodákra képes? Például nem nyikorog az ajtó. Ja, például, konkrétan erre gondoltam. 6 perc pontosan, 8 óra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra, 8 percen. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, dugó van az egész országban, vagy hát nagyon sok helyen. Pont itt nézzük, hogy a felüljáron velünk szembe és araszolnak az autók. Te ki látsz? Micsoda mázlista vagy a stúdióban? Ki látok a stúdióban, igen. Egy pici fény beszűrődik egy ablakon. Rács van mondjuk az ablakon, de ez nem akadályoz meg abban, hogy azért lássam, hogy itt az Üllői úti felüljárón is viszonylag lassan halad a forgalom. Igen, 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 igen. Így van. Én vagyok az egyetlen ember szerintem, aki az ismétlésen is tud izgulni. A legnagyobb vagy. Figyelj, a legnagyobb. Én úgy izgulok, mintha nem tudnám a végeredményt. Ismétlen Eurosport a Gyoko Féderet, és annyira ver a szívem 3-2 Gyokovicsnak, és remélem, hogy ez most megfordul, remélem. Remélem, hát, ha még van visszaút. Hát, ha még van visszaút. Így van. Reggel mondott az Ákos, meg olvasok az interneten, nyert a Gyoko, az nem igaz. Hát, ha ez egy másik valóság. Vétrai Tamás is biztos üvölt néha a képernyő előtt, nem? Amikor nézik a filmhoz, hogy gyere, Egérke, gyere, vajon behúzza az ötödiket, vajon behúzza? Konkrétan. 3-2 és előny meg Gyokovics, és izgulok, hogy mi lesz, hát ha fordít. Hát ha rosszat néztél tegnap, 4-2. Nem? 4-2. Tegnap, a hajnalban. A csepeli gyorsforgalmi egy sávra szűkítve munkálatok miatt, ezért van a dugó. Bálint küldte nekünk, rendőreink a 4-esen az Üllői előtti körforgónál áldogálnak. Igen. Villogó autóban. Villog az autó. Nem, ezt nem mondom, mit csinálnak, nem akarom őket menteni. Mérek a Robert Károly körúton a Honvéd Kórháznál az Árpád híd felé haladókat mérik, 70-es tábla van, Prezi küldte nekünk. M5-ös 140-es kilométernél baleset, egyelőre a belső sávba lehet menni, de pályazár várható, ezt Peti küldte nekünk. A Budakeszi reggel 7 óra és 7 óra 30 között a főutcán villogóra állítatná a lámpáit, Budakeszinek is jobb lenne. Levegő, zaj, kérlek mondjátok be, Kinga. Bemondtuk. Nem sok esélyét látom, de... 7 órától 7 óra 30-ig nem fogják sárga villogóra tenni a lámpát, de lehet, hogy akkor több autó tudná átmenni, és nem lenne nagy dugó. Igen, ebben van egyébként valami, illetve kereszt irányú forgalom kevesebben jönnek ki, és akkor haladhatnának egyenesen. Hát igen, meg álltok a rendőri irányítás segítene ilyenkor a legjobban, mert az látja a rendőre, hogy ő látja, hogy merre állnak többen, és akkor azokat tudná engedni. Csak hát minden kereszteződésben nem tudsz a rendőrt állítani, hiszen most más dolguk van. Most más dolguk van, igen. Neked van nagyon. Valahol. A 11-es úton azért van torlódás az új körforgalom ellenére, mert megsűrítették a vonatjáratokat, emiatt óránként 20 percet zárva van az átjáró. Ezt Kata küldte nekünk. Ez egy nyomós ér. A Haraszti út Soroksári felé totál beállt, se előre, se hátra. Bari üzeni nekünk. Balcsi déli parton is felújították a vasutat, most 40 perc helyett csak 35-öt késik. Jani, kiváló! Ezt a pozitív SMS-t köszönjük szépen. 20 év és... Igen. Az Esztergom Budapest szakasz tényleg csak 5 perccel lett gyorsabb, de azért azt ne hagyjátok ki, egy jó pár plusz megállót betettek. Aha. Ettől még nagyon sok a 22 milliárd, ezt Timi küldte nekünk. Köszönjük szépen. M3-as bevezető szintén elesett, nincs baleset, csak sok az autó, illetve a Fóti lehajtónál az M0-áson visszatorlódás van. Na, da! Aludni kell éjszaka, nem kitakarózom, a meccset nézni. Varázsgöm küldte nekünk, köszönjük. Ja, minden nyertszet után maga az nyúl. Hát akkor ez sokan volt, mert egy nyertszettünk volt. Roger csak egy szettet adott, úgyhogy elhúztad. Nagyon szomorú vagyok. Igen. Basszus, visszatérve el egy picit erre a vasutazásra, tényleg, hogyha nálunk az lenne, mint Japánban, hogy egy perc késés után, vagy egy perc, 10 másodperc késés után már a felelős vezető azon gondolkodik, hogy szeppukut követel valamilyen, hogy hívják, Shinto templom előtt, akkor nálunk nem lehetne megállítani a népességfogyást. Komolyan. Tehát, hogy itt hetente lenne valaki öngyilkos. De is adta a lemondását, azt hiszem, hogy a közlekedési miniszter valami ilyen kezelhetetlen 10 másodperces csúszás volt a menetrendben. Kamu, nem? Ez a tényleg. Az öngyilkosságot követett. Az öngyilkosság, az nem tudom, az lehet, hogy kamu, de a lemondását tényleg az ember. Igen, hát ott érted, érzik a felelősséget. Nem keresik a felelőst, hanem vállalják. De 10 másodpercet késett a vonat. De most nem 10, lehet, hogy 2 percet késett. Egy év alatt csak késik 1 percet. Az összes vasút.
Ez számunkra teljesen felfoghatatlan. Ez nem értem. Hogy van, aki vállalja a felelőssége. Hogy. Meg ha késne. Tehát, hogy ez egyébként kit zavarna? Tőket. Vagy őt. Mert szerintem minden japán belekalkulálja azt, hogy mi van, ha késik. Ő nem akar elkésni, ezért korábban indul el otthonról. És később haza, mint a többi. Nem, szerintem az egy annyira atomóra a közlekedésük, hogy nekik ez eszükbe se jut, hogy ez késik. Hogy nem lesz ott. Szerintem ott nem mész korábban, igen. Mert mindig kimész 59-kor, mert akkor jön. Kész. És fölülsz rá, és 8 óra 10-re bent vagy. Felfoghatatlan. Tehát azt mondja, 8 óra 13-kor ott van a megállom, és 8 óra 13-kor ott van, és 8 óra 14-50-kor indul tovább. És egyszer nem értem. Tényleg nem értem. De ez nem kell Japánig menni, hát ez akár Hollandiában is így van. Tehát, hogy ez kiírják, hogy 9 óra 13 és megy. Indulás, mint tudom, Eindhovenből, nem tudom, Amsterdamban, és 9 óra 12-50-kor meglátod a vonat, ott a kis lámpacskát, megáll, és egyből, szóval nincs ott. Hát felfoghatatlan egyébként tényleg. Na, morbid vagy kevésbé morbid, tessék? Azt mondja, hogy hány óra van? Hétfő van, 4:09, hétfő, 4:09, ne csináljátok már. Most még kevésbé. Hát, ha késő gyerek. Akkor, ahogy az arcodat látom, nagyon. Anyós temetés. Vagy temetés? 2:01. Ma hétfő van, ma választható gyerekek, ez az első nap az iskolában, nem írunk még felmérőt, nem írunk dolgozatot, sőt, megválaszthatjátok azt, hogy miről beszél nektek a tanítónéni. Ez az első óra, most jöttünk vissza vakációból, mi legyen, anyós vagy temetés, morbid vagy kevésbé morbid? De most tényleg az anyós a morbid? Vagy? Nem, az anyós nem morbid. Egy népszerű magazin, akkor mondom, hogy csak akkor tudtok választani. Jó. Népszerű magazin megkérdezte a hazai nőket, hogy mégis hogy állnak az anyósokkal. Uh-huh. Hát és ez egy érzékeny pont. Akinek van, az tudja, hogy ez érzékeny pont. És a megkérdezettek tulajdonképpen egy az egyben egyet értettek azzal, hogy illetve egytől egyig azt vallották, hogy az anyós viccek nem véletlenek, mert hogy nagyon nehéz velük kijönni, főleg nőként. Főleg nőként, és az anyósok ugyanis állítólag folyamatosan lesik az alkalma, tisztelet a kivételnek, mert szerintem vannak jó anyósok, hogy beszóljanak a menyüknek, és helyre tegyék őket, rivalizáljanak vele, és hát az ő kicsi fiacskájukkal éreztessék, hogy te bizony lehet, hogy jobbat érdemelsz. Nagyon jó, mi a másik téma? És összeszedték a beszólogatásokat, illetve a családon belüli neuralgikus pontokat, hogy hol, milyen esetekben szólnak be az anyósok, és hogy lehet ebből kijönni. És a nők egyöntetően vallották, hogy igen, baj van. Az anyós menny viszonya folyamatosan baj van. Ez az egyik, gyerekek. Uh-huh. Igen. Köszönjük, tanár bácsi. Ne egyél az órán, ne uzsonnázz, ne itt fogyaszd el. A másik pedig, hogy állítólagosan egyre több Nagy-Britániában az extrém temetés, extrém búcsúztatási ötletekkel állnak elő a britek, ravatalozó helyett golfpálya, fekete autó helyett fehér furgon, és az öltözék kis estéi. Ezt... Nem rossz. És a kopja fára is egyre egyedi szövegek kerülnek. Ez a kicsit morbidabb. Melyiket vitassuk meg? Gyerekek? Szóval felelés vagy dolgozat. Semmiképpen nem húztuk meg. Igen. Ja. Én szeretem az anyóst is, megbeszélhetjük, mert van ütközési anyós felület ott én is. Én már nem tudok jót mondani én az róla. Anyós, nekem a anyós, és akkor nézzük anyós. Majd a temetést, megnézzük valamikor később. Anyós. Ne szúrjuk el sokak hétfőt, úgyis nehezen indul a hétfő. Na, anyós, ugye azt mondták a nők, hogy egész egyszerűen tényleg a legtöbb anyóssal nehéz kijönni, és kiborul amiatt, mert valaki szereti a munkáját, és vissza akar menni dolgozni. Egy másik nő azt mondta, hogy csak a fia létezik a számára, más nőt nem visel el mellette. Van, aki azt mondja, hogy úgy szól be neki az anyósa, hogy látod, hogy a gimi szerelmedet kellett volna elvenned. Igen, keménynek tűnik azért így ebben a formában. Amikor is ugye hát ott van a menny, és ezt végig hallgatja. Szerintem lehet ezt megoldani? Ehhez kell a hölgyek férje, urának a tutyimutyisága. Szerintem ott a legnagyobb a probléma, ahol egyke a gyerek, és már apu is elment. Tehát, hogy már nincsen após, özvegyasszonyról van szó, és a gyerek is egyke. Mert ott valószínűleg az van, ez az édes pici fiam tejben vajban füröztem, és nincsen más nő, aki ugyanezt a tejben vajban füröztést meg tudná neki adni, mert én szeretem a legjobban a világon, gondolja a mama. Senki más ennyire nem szeretheti, mint én. Mert ha valaki egy kicsit jobban szereti, az hazudik. Hazudik, nyilvánvalóan. Igen, és a kicsi fia soha nem mondja meg a mamának, hogy mama.
Nagyon szép volt, köszönök mindent, de vége már ezzel a nővel élek itt mellettem, ő az ő a feleségem. Szerintem ő már darált hús. Tehát, aha, hogy őt már ma 6-szor, 8-szor, 10-szer, ő már, hogy tatárbiftek, már 1000-szer ledarálta, semmit tehát nem tud tenni mama ellen. Mutyika, arra gondolsz, és fennáll még az anya-fia kapcsolat, nem szakadt el a cérna, és emiatt a mamák tulajdonképpen féltékenyek a menyükre? De mama... Nem! Te most ne szólj bele! Ne szólj bele, mert mindent érted, tettem eddig, és ezentúl is mindent érted fogok tenni. Az egész életem csak rólad szól. De akkor mit kell csinálni itt? A pasinak kell kiosztani. Ugye a pasinak azért nehéz, mert két tűz között van. Tehát egyrészt nyilván ugye, hát szereti az anyját, mégiscsak az anyja, 30-40 éve az anyja. Nem számít akar az örökségre? De hát számít az örökségre, jó esetben behúztuk a másik témát. Igen. Kössük össze az anyósat temetéssel, igen. Így is valaki, az én anyósom a legjobb, nyugodjék békében. Szóval, hogy a pasinak szerintem én elég nehéz helyzet ez, ha belegondoltok, ahol van egy rivalizáló menny és egy rivalizáló anyós. Ugye? A férfi pedig ott van középen, nyilván próbálja ugye hát elsimítani a konfliktust, és megelőzni a különböző konfliktusokat, de nem akar egyenesen szembe menni az anyjával, viszont nem akar összeveszni a feleségével, ezért két tűz között ugye hát kapkodja a fejét. Na de mit csinál, valamit döntened kell? Hát valakivel az, rosszban leszel. Mi a jó megoldás? Nem külön választod őket? Nem hozol össze családi eseményt? Vagy külön találkozol velük? Már a feleségedek külön találkozni, az nehéz, hogy kedd a mama, szerda a feleség, csütörtök, mindenki békén. Ha nálad nem egy rossz, anyuka. Nem egy rossz megoldás. Szóval a pasinak kell itt... Szerintem igen, szerintem a sarkára ráadásul a mama felé kell a sarkára állni, hiszen van egy választott életet párja. Ugye van a rokoni kapcsolat anyukád, amit hát nem tudsz megszüntetni, ugye az egy létező dolog, és utána van egy választás. Hát itt melyik az erősebb? Nyilván a választott párod felé mész, ugye? Tehát főleg, hogyha elég erősen befolyásol ő is. És akkor mama felé kell bejelenti, hogy anyuka, akkor ne jöjjön át. Majd én néha átmegyek. Mama, csipuljon már. Nem tudom, az jó. De és ott azért érdekes, mert a saját anyádnak mondod azt, ugye? Tehát, hogy nem, itt nem az anyósodról beszélsz, hanem a saját anyádról. Tehát én mondjuk a párom mellé állok, hiszen őt választottam, vele élem az életem. És ha mondjuk spec igaza is van abban a történetben, akkor te kommunikálsz így az anyád felé, hogy anyuka, akkor most ne tessék átjönni egy hétig, drága. Így van. Édesanyám, majd mama, attól még szerethet engem, hogy nem akarja megfojtani egy kanálvízben a mennyét, a feleségemet. Ti magázzátok az anyátokat? Hogy miért beszéltek így, édesanyám, ne tessék átjönni, igen, meg mama attól há még persze szerethet engem? Ti magázzátok az anyátokat? Igen? Hát vidéken. Igen? Mi jókain nőttünk fel. Hát mi ez a mama, édes, hát majd átmegyek, ne tessék átjönni, meg mama attól még szeretheti a mennyi magát. Igen? Így. Aha. A legnagyobb tisztelet. A francok, nehogy. Már fura ezt így. Anyu, Mariskám, életem. Én ezt mondom nem volt neki neked soha semmi? Tehát nem volt soha egy kis anyám, szembenállás? Anyám egy rettenetesen megbocsájtó nő az én téveigéseim, és így a barátnőim. Na most várjál, most ez a finoman kategorizáltad békát, hogy anyám egy megbocsájtó nő. Bárkit veszek el, bárkivel élek együtt, neki az jó. Neki tehát az most, tökéletes. Itt most anyád oldaláról álltál a pároddal szemben, vigyázz, mert otthon aztán ezért levágják a bal kezedet. Tehát nem volt soha a két nő között? Hála Istennek. Semmi? Egyszer volt. Egy, messze laknak mondjuk az. Igen, nekünk ugye könnyű, mert 250 km. Méter, és nem nagyon lehet átjönni papucsban, de volt egyszer... Azért, és kikötetted a telefonját. Persze, és leheggeztettem a kert kaput, hát nyilván, hogy ne tudjon jönni, de volt egyszer... Hamis lakcímet adtál meg. Is a postán pedig elkérde a leveleit. Egy 15 évvel ezelőtt egy olyan párom, akit így a mama nem nagyon bírt, hát ott az, figyelj, a csendes gyilkos. Mária a csendes gyilkos. De ilyenkor hogy megjön, és úgy teszi rendbe, vagy finoman neked mondja, ugye... Is. Több eszköz hát van az anyós kezében. Igen. Tehát csak neked kezdi el egy kicsit mondogatni, és felbújt. Aztán van, amikor csak megjegyzéseket tesz, de még nem egyesen a mennyének mondja, csak finoman utalgat arra, hogy jaj, de koszos ez a tányér, itt senki nem tud mosogatni. Jó anyós lennék. Nem rossz. Júj, de jó anyós lennék. Nem rossz. De szép döfés. Igen, és itt még nem tudod, hogy ez kinek szól. Hát úgy látom, itt nekem kell mosogatni, itt senki nem tud. Láttátok már tisztán is ezeket a tányérokat, vagy csak akkor, amikor kicsomagoltátok. Ugye? Tehát nem célirányosan célzod meg a mennyedet, csak finoman. Igen, mert ez bárkinek szólhat. A saját fiadnak is mondhatod, hogy milyen trehány vagy gyerekem, hogy koszos a tányér. Ez gyönyörű. Van még a tarsolyban? Még anyósnak is jó lenni, gyerekek. A kutya fáját. Hát ez is milyen jól megy. Jó, ez
az így nektek, hogy csak akkor van kitakarítva a lakás, amikor havonta egyszer én feljövök. Úgy látom, itt csak én tudom, mi ez a porszívó. Na, szóval, hogy ugye neked mondogatta, vagy ő szemtől szembe kart kikart? Nem, ő szemtől szembe. Szemtől szembe. Illetve nekem jelezte először, hogy Ferike, szerintem ez nem ő. Nem ő az, aki neked kell. Mondtam, hogy de mi jól érezzük magunkat, és innentől kezdve látta, hogy én nem vagyok ugye megdönthető a véleményben, tehát nyilván a szeretett kis fiához nem akar támadólag viszonyulni, és akkor ment rá. Akkor ment rá Márta asszonyra. Ez milyen érdekes lehet, hogy kicsit te nőként, anyaként, ugye még mindig szerelmes vagy a saját fiadba, és látsz egy másik nőt megjelenni az ő életében, és ez valójában nem szól másról, mint egy ilyen kimondott, kimondatlan féltékenykedés, ahol az anyós kicsit féltékeny a saját fiú gyerekére. Hát, mert, tőle. Mert a legerősebb érzelmi szál kettő között volt, igen, és hogy valószínűleg elveszik tőle, megjelenik egy másik nő, és az anyós és a menny sokszor konkurál. Nem? De, tehát, hogy konkurenciái egymásnak, legalábbis az anyós így éli meg. Vagy a menny így éli meg. Hát vagy az van benne, én már ezen is gondolkoztam, hogy az anyák tényleg jól látják ezt, hogy az a nő, akit ők támadnak, az nem való a fiúk mellé. Tehát, hogy a fiúk egy rossz döntést fog hozni. Ez nem lehet benne? Hát, hogy látják, hogy eleve a kapcsolat. Nekik az pont elég ahhoz, hogy ezt az ítéletet meghozzák, hogy azt látják, hogy adott esetben nem kap annyit, igen, nem kap annyi gondoskodást, meg törődést a feleségétől a fiúk, mint amennyit tőle kapott, hiszen, de hogy is kaphatna? Hiszen ő megszülte, felnevelte, iskoláztatta, öltöztette, és ő még mindig ezt látja, még mindig ezt akarja viszont látni benne. Csak hát ugye már azért változnak az idők. No, gyere, bújj, de mamához, majd a mama megnyugtat. Mama, 120 kiló vagyok, hentős mészáros, értem, és ellegessé, már nem tudsz meghúzol a derekadatba. Érted? De ő még mindig babusgatni szeretne. Még mindig törődni akar veled. És azt gondolja, hogy senki más nem tudja megadni neked ezt a szeretetet, azt a törődést, azt a figyelmességet, amit ő, te kaptál tőle. Igen. Na, drága menyek, írjátok akkor meg nekünk, jó? Hogy hogyan próbált az anyós közétek állni? Hogyan próbált benneteket, hát nem is tudom, elmarni a párotoktól, a férjetektől? Átjött, csak üzent, megérkezett karácsonykor, és megjegyzéseket tett. Tehát elsősorban női hallgatóink írjanak nekünk, akik hát átélték már az anyósok által elkövetett csapásokat. Hogy mit csinálnak? Mit csinálnak az anyósok? Jó, ezt írjátok meg nekünk, de ne ilyet, hogy senki nem szereti a menyét, mert összepiszkolja a kocsikat. Persze, ne, összemászkálja a kocsit, ne ilyeneket írjátok. Nem, nyugodtan tényleg írjátok meg azt az esetet, amikor először fordult meg a fejetekbe az, hogy milyen jól mutatna néhány paradicsom paláta a mama sírján hátul a kell. Ahova elássátok majd. Szépen díszít a paradicsom. Azt mondják. Jó, hogy milyen eszközöket vetett, és ki nyert, az is fontos, hogy végül is aztán mi lett. Ott hagytátok a pasit, rendbe tettétek az anyóst, tart még mindig a háború, és a pali ott van középen kicsit tutyimutyiként néz balra jobbra, és feje fölött a két nő villámokat szór egymással a terített asztalnál. Tehát, hogy áll a harc, jó? Ezt is írjátok meg nekünk. SMS számunk 06-745-00-00, jövünk az SMS-ekkel mindjárt. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8:09. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk. Minek örülsz? Annak, hogy itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk. Ne, csak felé ránéztem, és úgy vigyorgott, mint egy bazsarózsa, és azért kérdeztem. Olyan jó téged nevetni, látni. Úgy szeretem, amikor mosolyogsz. Látod, hát ilyen jó közel. Igen, igen. Ha olyan jó téged. Hát te boldog vagy, én is boldog vagyok. A te örömöd, ez a mi örömünk, boldogságunk, a mi célbeérésünk. Úgy ránéztem, és olyan boldog voltál, hogy úgy megörültem. Én ezért csinálom egyébként az egészet. Igen? Most már elmondhatom. Hogy lásd fel, itt most olyan. Igen, így van. Ezt én elhittem. Én annyi, te, amikor megismertél, annyi keserűséget, csalódást, boldogtalanságot látom az arcodon, és most, hogy végre mosolyog rá, én befejezem. Köszönöm. Meg vagyok. Én itt vagyok. Itt vagyok. Ott vagyok, ahol mennem kellett, ahol tartottam. Na nézzük az SMS-eket. Ugye arról beszélgettünk, hogy egy magyar női magazin összeszedte, hogy mind szoktak az anyósok és a menyek leginkább veszekedni, és kértük hallgatóinkat, elsősorban a menyeket, illetve hát azokat, akik párkapcsolatban vannak, írják meg nekünk
női hallgatóink, ugye, hogy hát mind szoktak veszekedni az anyósukkal, és az anyós hogyan próbál nekik keresztbe tenni. Nagyon sok SMS, sokan panaszkodnak, egy-két anyós is megpróbál azért tiszta vizet önteni a pohárba rajtunk keresztül, hogy ne csak a menyek írhassanak, írjanak az anyósok. Nagyon jó SMS-ek jönnek. A párommal több mint 6 éve vagyunk együtt, egyszer párom szüleinél voltunk, amikor valahogy feljött az esküvő téma, párom anyukájára azt mondta, hogy mit ízélek, várjon már meg azt a kritikus 7 évet. Aha, aranyos. Na gondolhatjátok, milyen arcot vágtam. Az én anyósom még az esküvőnk előtt is nőket mutogatott a páromnak, hogy inkább őket kellene elvenni. De ez egy régi azért gyűjteményből, vagy mondjuk színes újságban. Hát az utcán együtt, és inkább őt, inkább őt. Na. Fú, azért ez kemény. Hozzá mit szólsz, és hozzá? 7 év után házasodtunk, de a párom a sárkára állt, a gyerekek születésével a mama csodák csodájára teljesen megváltozott, rájött, hogy velem jobbakat lehet dumálni, mint a gyerekeivel. Ezt Sasa küldte nekünk. Anyósom tavaly karácsonykor fél órán keresztül szídott, amiért nem azt a kerti törpét kapta, amire régen vágyik. Mondtam neki, hogy majd a temetésére akkor kettőt veszek. Igen. Azóta nem nagyon beszélünk. Nagyon jó. Szép karácsony lehetett. Mm. De mert várja, már kezdjük ott, hogy kimondtad, és van egy kerti törpe karácsonykor. Azt akarta anyuka? De aha, nem azt, csak egy másikat. Egy másikat. Milyen szép. Nem szendét, hanem szundit. Ha fehér pólóban vagy ingben látta a férjem, csak annyit mondott, milyen szürke ez az ing. Persze nem volt az. Volt, hogy csak a fiát várta ebédre, de én is mentem, csak úgy repült a nekem szánt tányér az asztalon. 5 évig bírtam, elváltunk. Naponta ásta az árkot köztünk, ezt Kriszti küldte nekünk. Itt van egy hallgatónk a vonalban, halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Halló, Anita, picit halkíts le minket, Anita. Oké, na, igen, most nagyon klassz. Na, vőlegény, ex-anyós, mi a helyzet? Ex-vőlegény, ex-anyós, igen. Én másfél évig voltunk együtt, aztán hát reggeli kávé, stb. Nem szoktunk reggel azonnal elmosogatni, hanem délután, ugye munka után. De ezt nem bírta ki, és azonnal föl kellett menni, mert egy épület, egy házban laktunk, és akkor családi háznak az alján laktak ők. Mi pedig fölül külön, teljesen külön bejárat meg minden, de hát ugye nem viasztott el. És megérkezett reggel hozzátok, átment? Igen, igen. Uh-huh. Valamikor meg se várt, hogy elmenjünk dolgozni, hanem miért is mosogatott. Hát ez miért? Fél, miért nem köszönted meg? És miért nem mondtad, hogy jaj, de jó, nekem legalább ezt nem kell megcsinálni, anyuka még a placebózást hát is megy át. Mindig volt egy-két beszólása, meg csúnyán nézett, hogy ezt nekem kéne, és hogy mielőtt elmegyünk, hát rendesen kell és tartani. És nem mondtad el, hogy neked tök jó úgy is, ha te este mosogatsz el. Tehát, hogy anyuka, két attól, csésze, mama. Igen, két csésze, raktam bele vizet, nem szárad bele a kávé, este, ha hazajövök, elmosom. Ezt nem mondtad el neki? Nem, meg próbáltam, de hát igazából nem nagyon használt semmit, aha, mert ez náluk így volt, és hát az csak úgy jó. És volt olyan, hogy előbb érkezett, mint hogy megkávéztatok volna? És még nem volt mit mosogatni? Volt olyan is, de megvárta. És nagy beszélgetés volt, ez a leültetős beszélgetés? Igen, igen, egyszer leültetett beszélgetni, és akkor mondta, hogy a férfi kedvének mindig alá kell vessem magam. Maximum, ha nekem nincs kedvem, összeszorítom a fogam, és akkor hamarabb vége van. Hát, ó, ma már a rossz tapasztalatait jelentek, hát a szexre gondolom én. Tehát amikor az urad akarja, akkor akarnod kell. Hát attól függ, hogy mit akar az urad, mert hogy nem mindig szerencsés, ha összeszorítod a fogait. Igen. És akkor mama kis előadást tartott, hogy hogyan tegyél a fia kedvére. Igen, igen, igen. Meg volt olyan, hogy a fűzőkádba fürödtünk, megkért a párom, hogy vágjam le a körmét. Hát nem olyan szépen kért meg, de mindegy. És akkor mondtam, hogy bocs, de most nincs kedvem, vágj le magadnak a körmödet. És mondta, hogy akkor szálljak ki a kádból, elkezdett kiabálni, hogy anya, anya, és anya felszaladt a főszintről, és Jézusom, levegte a körmét. Hát itt azért lett volna egy ilyen sznorival, meg egyszerűen meg följön szólt. Áll, kiderült, jövök, kicsim! Mindent hallottam. És akkor emiatt mentetek szét, gondolom, nem? Vagy emiatt is? Ez kicsit zavart, igen. Ez egy kicsit zavart. Jó, de itt a te párod sem a te oldalad lát, hanem a mama oldalán. Nem, de azért neki is volt egy-két beszólása, mármint hogy a anyós a fiának, mert egyszer őszi barackot kérdezte, hogy kére, mondta, hogy nem szereti, mert hogy szőrös, mire az anyós, a pinyai szőrös mégis szeretett. Jézusom!
Hogy nem lehetett rossz ezt? Már egy karácsonyos gép azért. Egyszerűen jártam a karácsonyos. Nem kell, érted. Mama bevállalós. Nagyon jó, nagyon jó. És most mindennyian együtt. Mennyből az anyja. Anita, köszi, hogy elmondtad. Hát jobb, hogy megszabadultál tőlük. Ezt hallva, azt hiszem, jobb. Ez a dolog lezárult. Köszi, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Szia. Azt mondja, felhivatott egy ismeretlen férfival, aki azt állította, a barátnőjével ment a párom üzleti útra. Nem tudta, hogy én is vele mentem, plusz idegen női bugyit rejtett el az ágyunkba. Ez megvan? Jézus. Ez azért kemény. Hogy tehát az anyós megkérsz egy nőt, hogy hív föl, hogy szeretője van, illetve becsempészett az ágy alá egy bugyit. Azért az milyen, amikor takarítasz, és ott lapul az anyósod egy bugyival a kezében az ágy alatt. Nem? Elnéz, és mama, picit arra, mert ezek a porcicák túl messze van. Hova tegyem ezt a bugyit? Ja, hol fogják megtalálni? Ez már leesett róla. És sajátja vajon? Atya Isten. Azt mondja, hogy az én anyósom azt mondta a férjemnek, fiam, te olyan hülye vagy, hogy nem látod, ez a gyerek nem is tőled van. Ez volt az utolsó próbálkozása, hogy szétszedjen bennünket, többé nem mentünk. Azért ezek aljas dolgok, nem? Amikor a saját fiadat uszítod, hogy nem a tiéd a gyerek. Azért, igen, ennél nincs lejjebb. Szemétlázom. Én addig voltam jobban az anyósom, míg meg nem született az unoka, azóta semmit nem csinálok jól, megy a harc folyamatosan, a várom közben külföldre ment, azóta csak egyszer volt itt a fél év alatt, ez nekem könnyebbség. Nálunk a mama kinyitotta a ruhászekrényt, és fennhangon elkezdte ócsárolni, hogy milyen asszony vagyok, hogy nem vasalom ki a férjem pólóit. Ő bezeg a zsebkendőit is kivasalja. Erre én nálunk papírzsepi van, mondtam én, azóta nem szól semmiért, amúgy a férjem szeret vasalni. Azt mondja, hogy anyósom rendszeresen posztolt a falamra a Facebookon, mit tegyünk a megereszkedett mellünkkel. Így vezesd a háztartást, fogyókúrák nevelési. Ne. Fogyókúrák nevelési tippek. Karácsonyra minden évben receptkönyvet kapok. Azért, amit tegyünk a megereszkedett mellünkkel, beposztolni a menyed oldalára, azért az szerintem erős. Szóval azért az erős. Így vezessünk háztartást. Én csak segíteni akarom szívem. Édesem, hát benne csak a jó szándék munkálkodik. Mennyire jó, igen. Főiskolás koromig rövid hajam volt, egykori párom, édesanyja egyszer, mikor kettesben maradtunk, leült mellém, és azt mondta, ugye tudod, hogy a fiam a hosszú hajú lányokat szereti? Ezt a pillanatot soha nem fogom elfelejteni. Ezt Andi küldte nekünk. Az én ex-anyósom minden nap feljött, és átforgatta a szemetesünket, és megállapította, hogy pazarlok. Ugyanis például a lejárt bombonokat odaadhatnám a szomszéd kutyájának. És ez csak egy apró piszkálódás volt a sok közül. Már nem az anyósom, puszi nektek. Ezt Andi érte nekünk. Azért mész az, és a mama ott, mint a kis Yoda, ugye a Luke Skywalker űrhajójában, azért így munkálkodik a szemétben. Nem, és ott érte a szemetesedek. És kóstolja. Azért az nagyon kemény. Azért az nagyon kemény. Itt van még egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Linda! Linda vagyok, igen. Na, veled mi történt? Azt tudni kell először is, hogy én egy szerény, anyagi akkal rendelkező családból származom, Győrből. Majd a volt férjem, most már volt férjem, ő pedig egy viszonylag gazdagabb családból származik. És nagyon sokáig hát udvarolni próbált, nekem majd rábeszélt, hogy költözzem Budapestre, és végül megkérte a kezemet. Majd május, ez mikor volt? 2004, május 15-ére volt kitűzve az esküvő, és 13-án éjszaka 11 óra körül előállt nekem azzal, hogy házassági vagyonszerződést kellene kötnünk. Tehát egy nappal az esküvő előtt. Egy nappal az esküvő előtt, igen. Addig-addig piszkálgatott vele. Én nyilván először elkezdtem sírni, közöltem, hogy ha ezt így, akkor nyilván én nem szeretnék hozzámenni feleségül, és biztos voltam benne, hogy ebben az én anyósomnak a keze volt. Ez nyilván sose derült ki, de kaptam célozgatásokat ez ügyben, úgyhogy én teljesen biztos vagyok benne, hogy ez nem a volt férjemnek az ötlete volt. És végül is megtörtént az esküvő, és addig-addig kaptam célozgatásokat, amíg végül megtörtént ez a házassági vagyonszerződés is. A végén az történt, hogy 9 évig voltunk házasok, majd a kedves volt férj félrelépett, és végül 2 évvel ezelőtt benyújtotta a vállókeresetet, és végül is ő vált el tőlem. No. De talán jobb is. Igen, igen. Tehát, én úgy éreztem, hogy ugye anyósom úgy gondolta, hogy én szeretném őket kiforgatni az anyagi javukból,
és hogy igazság szerint én csak azért akarom ezt az egész esküvőt, mert hogy egy év vagy két év után végül elválok, és viszem a kisfiának a vagyonát. Hát talán jobb, hogy... Igen, jobban vagyok. Jobb ez így, hogy megszabadultál tőlük. Igen. Az igen. A probléma, hogy közben azért van egy 3 éves kisfiunk, és nem tudok tőle megszabadulni. Tehát szeretnék ettől az egész dologtól így. Ja, már hogy a párodtól, nyilván nem a gyerektől, igen. Persze. Nem a gyerektől. Igen, igen. Van egy gyerek, 3 éves, és már nagyon unom. Nyilván. Hát igen, ugye ez a gyerekben ez, hogy örökre összeköt valakivel, ugye? Hát ez, igen. Linda, köszi, hogy elmondtad, kitartás. Köszi szépen. Köszi, ciao. Hello. Akkor sokaltam be, mikor szex közben járkált a szobában, ezt Lili. Csináljátok csak nyugodtan, nem zavarok, csak kiteregetek. Igen. Nem úgy. Ezt apád is, hogy szeretett. Kisfiam, hát 100-szor megmondtam neked, hogy sose lehet a nő felül. Mit maszatolsz már? Szülés után bement anyosom a konyhába, és azt mondta, hogy mennyi mosatlan van. 3 darab vizes pohár volt a mosogatóban. A legjobb, amikor azt mondja neked, hogy nem tud semmit a gyermeknevelésről, mert téged nem is szeretnek a gyerekeid. Azért itt vannak gyilkos mondatot. Az én ex anyósom, ez rekord, az egyik legjobb, borsót szórt a konyha szekrény alá, és a következő látogatáskor 4 kézlábra hajolva ellenőrizte, hogy rendesen takarítok-e. Álljunk meg egy pillanatra. Itt rend van? És ez mi? Csak nem borsó? Szóval azért itt vannak kemény anyósok. Borsót szórni, Jézus, Atya úristen. Olyan, mint egy ilyen Andersen mese. Tudod, a gonosz mostoha. Mamának kulcs kellett a lakásunkhoz, rendszeresen bejárt a lakás, amikor nem voltunk úton. Átrendezett, takarított, mindent véleményezett. Pár éve megoldottuk a helyzetet, igaz, azóta se akkor jön, ha idom vagyunk, Szúzi küldte nekünk. Anyostól köntöst kaptam, 52-es méretűt, mondván, ha nekem nagy, jó lesz a fiamnak, 45 kiló volt. Hát kicsit igen, a fiúnak vettem. Gyilkos mondatok ezek, igen. Az anyosom a világ legnagyobb sárkánya, azóta rühel, hogy meglátott, ezt rendszeresen a tudtomra adja. Az volt a csúcs, amikor egy családi bulira meghívta az exet. A csaj szerencsére nem jött el, de nem az anyosomon múlt. Na jó, hát, drága anyósok, hallottátok az SMS-eket? Hagyjátok békén a fiatalokat. Vagy van még valahova fejlődni, ha nem vagytok elég kemények, igen. Érdekes. SMS-ek jöttek. Azért szex közben bemenni, kemény, ja, nem? Egy átsúrral itt tudod, de ízél. Azért az kemény. Na játszunk, itt van egy hallgatónk, már is 3-asugrás játszunk. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Azért az is kemény. Aznap, mikor szültem, másnap anyósom megjegyezte a férjemnek, hogy nem köszöntöttem fel a névnapját. Ez milyen? Tényleg, szólja már. Feleségem. Anya, benn volt a kórházba. Én a szült. Most érted, hát az illem. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Berni. Igen. Honnan hittem minket, Berni? Budapestről. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy könnyű hétfői gyaloggal. Hétfői kis zsalogalok. Mivel foglalkozol, Berni? Van egy borozónkó Budán, és ott dolgozom reggel 7 óta, nyitva vagyok. Egy borozó. Szárva vendégeket, igen. És jönnek szépen? Hát, jövögetnek. Azért egy borozóban hétfő reggel 9-kor ne várjunk nagy forgalmat még, vagy igen, egyébként mennie kell? Hát a reggeli elindulós. Hát azért vannak itt olyan vendégek, akik jönnek, és tisztel érkeznek minden nap, úgyhogy... Adtok egy kérdéssort? Nincs uh-huh. Kérdéssor. 3-asugrás kérdéssor. Aha. Lejátsszuk fejből. Menj a fejből. Júj, de jó vagy. Fejből mehet? Nincs kérdéssor. Igen. Jó. Azt mondja, milyen témakört szeretnél? Ez majd kivételes nap, tessék. Mondhatsz egy témakört. Nem tudom. Mondjuk... Nem tudom. Na, mondd, hogy mi a... Ilyet soha többet nem kérdezünk játékostól, hogy mondhat témakört. Jó, akkor mondjuk valami... Na. Nem, mondjuk valamilyen főzéssel kapcsolatos. Jó. Az első kérdés. Ha rántott húst csinálsz, mi a sorrend? Liszt, tojás, zsemlemorzsa. Ez a... Meg kell ölnöd egy állatot. Jó. Oké. Második témakör mi legyen? Mi legyen? Na, zene, mondjuk valami... irodalom, történelem, mondj bármit, sport, gyorsan. Lehet valami irodalom. Valami könnyebb téma. Irodalom. Könnyed irodalom. Legyen irodalom. Így szól a második kérdés. Na. De most figyelj nagyon. Nagyon figyelek. Koncentrálunk. Ki írta? Igen? A méltán népszerű.
már-már legendásnak mondható Aranyember című irodalmi művet. Jókai Mar. Így van. Nagyon jó. A harmadik témakör. Mi legyen a harmadik témakör? Harmadik témakör legyen történelem. Jó, ide jó. Legyen történelem. Harmadik kérdés. Oké. Harmadik kérdés. Melyik században uralkodott Mária Terézia? 18. Hey! És tudja, 1740-től 1780-ig, ha jól emlékszem. Így van. Jó vagy, ez egy kivételes alkalom. Mindig, amikor ezután éjszaka lesz teniszmeccs, akkor erre számíthattok másnap reggel. Igen, az ember nem adja a feleségét aludni. Jó vagy, de ez egy ritka pillanat, hogy fejből kaptad a kérdéseket. Berni, ügyes, hogy megvan az ajándékcsomag. Köszönöm szépen. Hát, ügyes voltál, tényleg szépen. Jó voltál. Köszönöm. Ügyi van. Szép napot nektek. Puszi, ciao. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Úristen, jól mondtam, az 1740-1780-ig? Nem tudom, én ezért nem is helyesen. Láttam az arcodon, hogy nagyon hallgatsz. Mondom, ezt a balhét minden lehet. Azt hiszem 1740-1780-ig. Na jól van, 6 perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. Ez még mindig jó ez a zene. Adjál neki magasnak ezeket. Je, a hétfői bubina nincs egy jobb. Kis hétfői reggeli zene. Még nem mint a hétvégi. Ez a leggyorsabb dal ma itt a Morning Show. Hogy megírták ezt a dalt? Ez nagyon. Óriási. De mondjuk van neki több része is, én úgy emlékszem. Igen, de hát ez egy igen. Nem csak ez a... Na! Gyerekek, Erik telefonált. Igen, hegyes alomnál. És mit gondol? Az osztrákok. Minden személy autó. Ellenőriznek? Visszafordítanak. Hó! Nem árt. Nem jó hír. Nem jó hír, bizonyám, nem jó hír. Ez az egész nem jó hír. Nem is akkor csak személy autót? Tehát a kamion meg átmehet? Mert a személy autót miért fordítja vissza? Az a könnyen ellenőrizhető, nem benézel. Van benne menekült, nincs benne menekült. Uh-huh. Személyautókat se engedik át. Hát gondolom, hogy most egyáltalán rendezzék soraikat, igen, személyautót sem, mert akkor ugye azokat is ellenőrizni kell, hogy ne csempészek legyenek, és akkor itt most mindenkit leállítottak, hogy egyelőre rendezzék a sorokat. Jó, úgyhogy Hegyeshalomnál ne próbáljátok átjutni, alternatív útvonalakat javasolnánk azoknak, akik mennének, mert hogy nem fogtok tudni átmenni. Ezt friss többen is elküldték, hogy teljes határzár van. Fú, nagyon nagy a káosz. Nagyon óriási, nagy a káosz. Óriási. Minden vonalom. És ez az egész, hogy rátelepedik az emberre, mint egy ilyen. Ha egyetért vele, azért, ha sajnálja őket, azért, ha utálja az egész helyzetet, ne adj Isten a menekülteket. Azért, de hogy olyan szintű hangulat romboló hatása van, hogy egyszerűen azt látod, hogy nincs megoldás. Jönnek. És egyszerűen nem látod, hogy mi lesz a vége. Rettenetesen elkeserítő. Hétben szerintem én minden nap megfogadtam, hogy én nem akarok ezzel foglalkozni, nem fogok vele foglalkozni, mert már nagy a... És nem lehet, nem tudsz mellette elmenni, mert állandóan vannak történések. Tehát, nem tudsz, ha utálod őket, akkor a világra haragszol rájuk. Én remélem azért vannak, akik nem így éreznek, ha együtt érzel velük, sajnálod őket. És láttam megint egy fotót, gyerek, se cipő, se zokni rajta éjszaka, ott röszkén fogta az anyja a kezébe. Sok van, meg 10. Szóval, hogy egyszerűen elképesztően nyomasztó, és rád telepedik, és nem tudsz vele mit csinálni, nem tudod kikerülni. A minimális empátia van az emberben, vagy együttérzés, vagy csak egyszer foglalkoztatja azt, hogy mi történik az országban, akkor nyomaszt, nem? És nem látod a végét. Vagy. És az a döbbenetes, hogy nem tudsz olyan helyen lenni, ahol ne ezzel foglalkoznának. Hétvégén volt egy ilyen óriás grill móka, azt meséltem nektek, megdőlt egyébként a Guinness rekord, mert nyilván kérdeztétek, de nem ez a lényeg benne. A Guinness rekord megdőlt? Meg. Olyat döntöttünk, hogy öröm nézni, hanem ott is az volt, hogy érted, ott van, egy eszünk, iszunk, mulatunk, és a második mondata mindenkinek ez volt. Dehogy ez a helyzet. Hogy egy olyan helyen, ahol egyébként az lenne a dolgod, hogy kajálsz, nézed a vizet, táncolsz, akármi, ott is a második mondat mindenkinél ez volt, hogy
de a migránsok, de így, de volt úgy, egy ilyen segíts. Nálunk is, péntek estén is egy baráti vacsorán voltam, és ott volt, és szinte azt vettem észre, hogy a barátokkal pro és kontra kicsit egymásnak feszülve, 20 éves gyerekkori barátságok, de nem az, hogy na jó, igen, ezt gondolod, akkor nem beszélek vele többet, de hogy konkrétan 10 perc után erre tértünk rá, és beszélgetünk, nem veszekedtünk, csak mindenki máshogy látja, és ez hihetetlenül tematizálja a közvéleményt, és mindenki családi vacsorán. Családi vacsorán étteremben voltunk, megrendeltük a kaját, az első kérdés az volt a sógörnöm élettársa részéről. Azt hittem a pincér. Vagy, a pincér, igen. Na és mi a véleményem? Bevándorló? Majd nem bevándorló. Ez egy szírétterem, ne haragudjon itt. Értem. Dolgoznak szírek is, de nem vagy. Akkor egy rezsemes krumplival? Igen. Jó. És mit szól a bevándorlás? És a családi vacsorán is ugyanúgy előjön. És mindenhol. Mondom, én már próbálom magam távol tartani a dologtól, de mindig jön egy újabb és újabb hír, ami vagy nagyon elgondolkodtat, megdöbbent, vagy felháborít. Engem most ez a rendőrökkel kapcsolatos hír háborított föl. Hogy a rendőrök gyakorlatilag nem kapják meg azt az ellátást, ami járna neki, hogy gyakorlatilag orba szájba vért ízadva reggeltől estig teszik a dolgokat, teszik azt, amit parancsba kaptak, sokszor úgy egyébként, hogy több száz kilométerre vannak a lakóhelyüktől, mert hogy oda vezényelték őket, és akkor ilyeneket olvasol, hogy ha nem tud magának vásárolni, vagy nem tud beszerezni plusz élelmet, vagy plusz innivalót, akkor az arra felé járó magyar emberektől, dolgozóktól kell kunyerálnia innivalót, mert hogy nem kapja meg ellátmányba. A nagy rádióban azt mondták, hogy valami 5000 kalóriát kapnak naponta. 5000 kalóriányi. Na most az nekem elég, de én 60 kiló vagyok. 5000? Hát nem, ide arról az, hogy megkapja kevés vagy sok az 5000, hanem hogy megkapják-e valójában, hát vagy igen. Nem kapják, mert közben ezt is olvasod, meg azt is hallod. Miben kapod meg azt az 5000 kalóriát? Hogy közben nem ember feletti erővel dolgoznak, egyébként tényleg le a kalappal előttük. Tehát, hogy mi mindig azt hallod, hogy türelmesek, segítőkészek, hogy a saját vízüket, tájukat adják oda. Tehát szerintem az önkéntesek és a civilek mellett most például rendőrök jelesre vizsgáznak. Tehát, hogy annyira jó az a kép szerintem, ami most a rendőrökről nem is azt mondom, hogy kialakul, de tehát, hogy megerősödik. Figyelj, velük kapcsolatos összes sztereotípiára rácáfolnak. Intelligensek, kultúráltak, jól kezelik a helyzetet úgy, hogy gyakorlatilag ugyanolyan, vagy inkább úgy mondanám, hogy ugyanolyan fokú, de más jellegű stresszel kénytelenek együtt élni, dolgozni, mint mondjuk akár a menekültek. Tényleg. Igen. És nem volt még, kopogjuk le, mert nem volt még igazából egyetlen rendőri túlkapás sem. Nem, tényleg nem, abszolút nem. Ez a fejátültetés, ez egy érdekes dolog, erről beszéljünk egy picit, hogy el sem tudom képzelni, szerintem holnap megszólaltatunk, vagy egy dokit, vagy egy plastikai sebész, nem tudom, ez hova tartozik, belgyógyászat, plastikai sebész. Hát azt hiszem, egyel fölötte van 8-an ezeknek. 8-an állok majd a tímben, és mint 23 orvos lesz ott, de hogy ha valójában... Stylist, kalapos. Igen. Szóval ha valójában megtörténik, az megint egy elképesztő nagy csodája az orvostudománynak, hogy ide eljutottunk, hogy eljutottunk oda, hogy fejátültetés lesz. Ez jövőre lesz, ugye? És hát azért sokat elmond erről a sztoriról, hogy Kínából származik a hír, hogy ők vállalták be először, hogy megtörténik az átültetés. Azért azt tudjuk, hogy ott hogy bánnak az emberállománnyal. Tehát, hogy ők úgy gondolkoznak szerintem ebben a sztoriban, hogy ők elég sokan vannak ehhez, ha érted, mire gondolok. Tehát ha nem sikerül, még akkor mindig van újabb lehetőség erre a dologra. Én picit kétkedve fogadom De hát ha. Most én is olvastam ezt a hírt, és már egy picit megelőzve a bizalmat a műtéti beavatkozásnak. Én már bejelentkeztem Vlagyimir Klitschko testére, ma nejére a gyereket, meg majd viseljék, felnevelik. Jó, de ezt tudjuk, hogy betege Vlagyimir annyira, hogy adja a testet. Én nem tudom, de hát ha. Csak akkor itt arról van szó, hogy szerzel egy vagy szereznek egy testet, egy donort, és egy az egyben leveszik valakinek a fejét. Igen. Neked most történik valami, egy baleset, egy betegség, egy akármi, lebénul a tested, viszont az összes gondolatod ugyanilyen, épp mint most, így a fejed van működik. Egy gerincvelő sorvadás, izomsorvadás, bármi betegsége. Így van. És öröm az örömben, hogy sajnos ugyanilyen baleset érte, csak neki a fejét, mondjuk Danny DeVito-ét, és megkapod a testét. És akkor, de várjál, leemelik a fejemet, és átteszik és hogy tartják életben a fejet? Meddig tartják? Hogy csinálják ezt meg? Hát azért Viki majd fogja az állatot, és mondja, hogy tarts ki kicsim.
Én nem tudom, hogy jó vagy nem, szerintem amennyire jó, annyira dermesztő ez az egész, hogy idáig eljutunk, nem? Hogyha ez valójában megtörténik, hogy valójában megtörténhet, akkor ez legalább annyira ijesztő, mint amennyire jó, hogy eljutunk oda, lehet, hogy nem jövőre, pár év múlva, hogy valakinek leveszik a fejét, és átteszik egy másik testre. Ezek után jönnek a kérdések, akkor majd én választhatok magamnak testet, vagy örülök, hogy átteszik, vagy... Szerintem örülsz, hogy átteszik. Hogy? Hova igen, jutunk azért? Úristen! Ez a kérdésem, hogyha meg tudják ezt csinálni, és elvonatkoztatsz ettől a részétől, akkor van különbség, hogy mondjuk egy új szívet kapsz, vagy egy egész új testet? De nyilván most a technikát azt mondom, hogy ezt már meg tudjuk csinálni. Te tudnak mindenütt fejet átültetni. Van különbség, hogy mondjuk egy új szívvel élsz, vagy egy új testtel? Te máshogy fogsz érezni? Tehát más lesz, hogy meg tudod fogni valakinek hány az alkarját? Hány jó film van erről? Tehát meg tudod fogni valakinek az alkarját a saját kezével, úgy, hogy az már a te alkarod és a te kezed. Mert a szív, az is állítólag nagyon sokan, például egy ilyen szívátültetés után, nagyon sokan foglalkoznak pszichológusok az ilyen emberekkel, hogy föl tud dolgozni, hogy a te testedben van valakinek a szíve. Most úgy fogsz élni, hogy te egy másik testen vagy, érted? Egy másik testen leszel rajta. Ha ez elvileg igen, egy másik, jól hangzik. Egy másik szívvel. Tehát te fejezzük föl, hogy működik. Igen, hol van a lélek? A lélek jön veled. Na? A lélek a szívben van, a lélek az egy spirituális dolog, amit nem lehet ugye fizikai határok közé tenni. Vagy a szívből majd a fejjel, átültetett fejjel te átveszel bizonyos érzéseket, emlékeket, gondolatokat, érzelemvilágot például. Megszeretsz majd olyan dolgot, amit eddig utáltál? Tehát nagyon sok kérdés van. Hát nagyon érdekes a dolog. Nagyon érdekes. Nyilván ez dolog. Egy sürgőségével avatkozás, tehát hogy ezt nem lehet a végletekig húzni. Ez is egy olyan dolog, hogy abban a pillanatban, ahogy megtörténik mondjuk a katasztrófa, vagy a baleset, rögtön a te fejedet azt át kell ültetni a másik testre. És mi van, hogyha például velem történik meg ez a dolog, és éppen akkor csak Denzel Washingtonnak a teste van. Igen, szerintem működne. Szerintem működne. Atya úristen. Hát az, hogy igen, nem baj, tehát az ember, ha ugye ebben a helyzetben van, akkor nem kaphat, tehát akkor már mindegy, hogy kinek a testét kapod, akkor az a lényeg, hogy tovább tudja élni. Én kibékülök vele. Ugye ilyenkor te nem azon filózol, hogy na remélem, hogy mi Mr. Olympia lesz, és kigyúrt leszek. A lényeg, hogy te életben maradhassál. Na de azért ez mégiscsak érdekes, hogy mit tudom, leveszik a te fejedet jégkockák közé, teszik, te ott még pislogsz kettőt, előkészítik a testet, holnap meg kell, hogy szólaltassunk egy doki gyerekek, mindenféleképpen, azért ez nagyon érdekes. Előkészítik a testet, majd rárakják a nyakra. Oké, de nézzük meg, és hogy kötik az idegeket, a gerincpályát, a gerincvelőt, egyáltalán hogy juttat majd el a te idegsejted mondjuk a gerinctől egy parancsod az agyadig, vagy a parancs az izomba. Majd összekötik az izomrostokat, hát a szövetet, a gerinc felőt. Hogy? Hogy csinálják? Ugye ereket kötni, varni tudnak, az működik, az ér összekötése, mint például a szívnél is. De hát vagy ujjaknál. Vagy ujjaknál, ott is ugye magát az üzenetet már át tudja adni. Igen. Csak hát azért ez egy kicsit bonyolultabb. Mi lesz, hogyha tényleg olyan lesz, mint ezekben a zsékategóriás horrorfilmekben, amikor, mit tudom én, a gyilkosnak a kezét rávarják a te testedre, és a kéz önálló életet él. Mi van akkor, hogyha mondjuk, érted, megkapod Isten és Bencének a testét, és össze-vissza csapkodsz majd a kezeddel, a lábaddal, mint halasz nagyobban minden műsorra. Ne aggódj, a humorom akkor is meg lesz, és akkor is nagy baj. Ha az megmarad, akkor lesz különbség. Ajja, már figyelj. Le, basszus, ez nem a víva. Hátra kell, meg kell, hogy bilincseik le a kezem. Mi van akkor, ha te a fejedet rárakják egy kétméteres emberre? Neked ugyanúgy megmarad ez a fajta komplexusod, hogy alacsony vagy, és nem szereted, ha beszólnak? Vagy mit tudom én, ugrasz rá, vagy mit tudom én, vega vagy bármi. És hiába mondom neki, Jani, most ne idegeskedj, egy két méter vagy. Akkor is. Az alacsony... Basszus, megkapod az én testemet, érted? És te fejjel, és te fejbe vegás vagy. Fejbe vega vagy, testben nem vagy. Te még mindig azt gondolod, hogy mondjuk alacsony vagy, és te kikéred magadnak, hogy valaki beszéljön az alacsony embernek. De én már megértettem veled, hogy te kétméteres vagy, neked már nem kell beszólni. Nem, ez semmiféle. Ne aggódj emiatt. Azt fogom mondani, hogy fejem Jani, testem Klicskó, enyém lehet minden Csikló. Hát ez szépen! Önbizalmat fogad. Vagy például leveszem a fejedet, átrakom a Feri testére, másnap fölébredsz, mennél futni. Az agyad menne futni, és lefutná a félmaradon. De kapsz egy olyan testet, hogy nem bírod lefutni a félmaradon. Na, hagyd meg! És ha felüvöltesz a kórházizom, hogy kitett rá erre a testre? Ha jöjjön most ide! Mozduljatok pálcikát! Vagy például a testem ugye azt akarja majd, hogy jöjjön az alkohol vele. És így emeled a szádhoz az üveget, de a fejed
a vadonjani fej az így az elfogva, és így locsolod magadra. És állandóan oldalas. Ja, oldalas. Nem bonyolult. Kise tudom mondani. Oldalas azért 13 éve vagyok, meg már kise tudom mondani ezeket a húsos szavakat. Legyünk őszintén, ennél csak bonyolultabb szavak vannak a magyar nyelven. Jó, akkor tarjás. Húsos lesz az arc. Tudod, én mindig fordítom mindenfelé, érted, és kerem meg van össze szavta. Na, csak zöldséget kap az én szervezetem, és fellázad a Jani fejjel. Vagy a te fejedet rakják rá Jani testére. Te tök egészséges testbe kerülsz. Ugyanúgy rágyújtanál, vagy az egészséges testneked azt az információt küldeni, hogy nem dohányzom. Tehát hol van a dohányfüggőség? Agyban? Szervekben? Vagy tüdőben? Vagy tüdőben? Vagy te megkapnád a Jani testét fölébredni, és azt mondod, hogy nem dohányzom, vega vagyok, és irány a félmaraton? Tehát mi maradt? Ó, nem áll! Mi? Tényleg? És egy ilyen új feri jönne, nem eszem húst, nem iszom fröccsöt. Tehát hol van az információ, hol tárolja a lélek, a tudat, a test? Információ, sejtszinten van bennünk az információ, a tudatban van, a lélekben van, a kettő egy is ugyanaz. Nagyon sok kérdést vet egyébként fel majd ez a dolog. Például a fejben van a dohányzás. Igen. És én a fejem a Jani testén van, és a fejem azt fogja diktálni, hogy dohányozzál. Hát szerencsétlennek ez a tiszta tüdő. Á, most gondold el, első nap egy doboz cigi, egy ízé után egy ilyen fejátültetés. Hát mondod-e, rágyújtasz és rosszul leszel, és nem érted, hogy miért vagyok rosszul. Igen. Hiszen a teste nem szokott hozzá ahhoz, hogy nikotint kapjon. Igen. Te fejben akarod, de ki fogod köpni, mert rosszul esik majd, mert a tüdőd összeszorul. Tiszta tüdőbe szívod le az első füstöt. Ha mondjuk, ugye hát a donor nem dohányzott. Tételezzük fel, mondjuk nem dohányzott. Ugye? Hát most nagyon ezek érdekes kérdések. És mi van, ha csak női test van szabad, kérdezi egy hallgató. Azt viszem én azt. Az a tiéd. Fölébredek két brutális mellel. Azért igen. Az is kemény. Ne haragudjon. Kedves Balázs, gyorsan kellett. Gyorsan kellett. Igen, meg kellett menteni. Meg kellett menteni. De ez van csak. Vagy az volt, hogy meghal, vagy az volt, hogy női test. Ha picit játszadoznál egy darabig, nem? Hogy nem, nem zavarna, hogy azt mondaná Viki, hogy nem, balim, a fáj a fejem. Nem baj, Majd akkor megoldom, mert végre felveltek egy magas sarkút. Végre belebújjatok egy magas sarkút. De nem, hát ezek után azért ez érdekes, és akkor hát igen. Szóval azért ezek érdekes dolgok. Jó, holnap szerintem fölhívunk egy dokit, megkérdezzük. Egyáltalán, hogy ez de, legyen... De ezzel a fajta tudományos igényességgel, nem? Hogy? Amit most képvisel. De ezek a kérdések, ezek laikus kérdések, nyilván, de felmerülnek az emberben, nem? Hogy hol tárolódik az információ? Agy, szerintem agy. Mi van akkor tényleg, ha a szívből jön egy csomó minden? Átalakulnak a szokásaid? A gondolataid? A tevékenységed, amit eddig csináltál, nem csinálod, de valami más csinálsz? Máshogy fogsz érezni? Na de ki dönt? Az én fejem dönt, vagy a Jani teste, hogy megyünk-e futni? Mert a teste akarja a futást, de a fej meg én vagyok. Igen. Béka feje. Hát de jó, mint ahogy mindenben igen, az életem. Jó, de most hogy vegyük ki ebből a pakliból. Kidönt? Jogos. Kidönt, hogy megyünk-e futni, kidönt, hogy eszünk-e húst. Mi? Meg. A Jani és a Jani teste és az én fejem. Meg van még egy érdekes kérdés, mégpedig az, hogyha elviekben ez megoldható, hogy mondjuk egy testre, egy idegen test ráültetik a fejet, akkor az is megoldható, hogy kell egy elvilegben egyszerűbb, hogy magát a fejet életben tartsák. Mert hogyha a fejen belül mondjuk a keringést megoldják, akkor elviekben az a fej az működik, a beszédszerveid ott vannak, tehát hogy gyakorlatilag lehetne vele kommunikálni. Hogy tehát, hogy a műtőben, ha felébred a fej, akkor te beszélsz és gyakorlatilag egy gépre van kötve a fej. Hát, mert hogy ugye a testedben mi van? A testedben olyan dolog, amire egyébként szüksége lenne, műszív van. Műkeringést elő lehet állítani. Hát valahogy addig életben oxigénnel kell tartani, lehet táplálni a fejet. Igen, egyébként volt ilyen kísérlet, az oroszok kísérleteztek ilyesmivel. Állati fejét megpróbáltak életben tartani. Azt hiszem, hogy egy kutyának a fejét. Hát, ha sikerült volna most... Már előrébb lennénk. Egy témával nem lennénk bejjebb. Ezzel már foglalkoztunk egyébként ezzel a fejes témával egy pár hónappal ezelőtt, amikor ez felmerül, csak ugye most egyre közelebb van a műtét, igen. És egyre inkább realitássá válik a dolog. Tehát ez 3-4 havonta fél évente följön, és ez mindig érdekel bennünket, hogy vajon mi lehet. Mi van, ha te kicsi, apró kis tested megkapnád az én fejemet egy hónapig, csak egyensúlyoznál? Lennél, mint a pingpongnak lennének a fejedben, hogy megtanuljál járni? Mi sokkal könnyebb lennének, megtanulom kézen áll például. Jani, mit csinálsz? Egyensúlyozok kicsit. Nagy a súly, fel fogod borulni. Olyan lennél, mint egy csatár, aki mindig várja a labdát, igen. Hogy fejjel passzolnak neki, kicsit egyensúlyoznak. Tényleg megszokott a fejed egy testméretet, egy lendületet, és átkerülsz rám. Jó, azért Kínában lesz a dolog, tehát azért
ezt úgy kell kezelni, hogy azért kérdés, hogy a kínaiak mit csinálnak ebből. De most hát egy nagy verseny van, hogy ki csinálja meg előbb az első fejátültetést. Az oroszok, az amerikaiak, a kínaiak, igen. Tehát ez is most egy komoly presztízs kérdés, hogy ki csinálja majd meg először az első fej átültetést. Na hát érdekes. Érdekes ez a dolog, igen. Vajon, hogyha a Jáksónak a teste lenne az egyetlen, akkor vállalnád? De azért az is úgy kemény, hogy bemész a műtőbe úgy, hogy vagy felébredsz, vagy nem. Tehát úgy mész be, hogy aláírod a papírt. Akkor te leszel az ember, valakinek elsőnek kell lenni. Ugye hát valakinek elsőnek kell lenni. Te majd aláírod a papírt, hogy akkor most vállalod, mert nem akarsz ebben a testben élni. Nyilván okod van rá, hogy elvállalt. Talán az is jobb, ha mondjuk meghalsz. De vagy sikerül a műtét, vagy nem, vagy felébredsz, vagy nem. És akkor jön az altatás. Ez azért nem? Jó, mert ez kemény. Ha felébredsz, akkor győztél, nem érvedsz, ezt meg úgyse tudod meg. Hát igen, de ha nem mész vele, akkor ugye nem is következik be. De ha lebegsz fölötte, és látod magad kívülről, és arra gondolsz, hogy basszus, nem ébredtem fel, akkor meg legalább van egy másik alternatíva. Akkor van egy másik alternatíva, igen. Jó, hát erről sok film van egyébként, arcátültetés, fejátültetésről, érdemes őket megnézni. Jó, 3-4 hónap ezelőtt tudom, mi is beszéltünk erről a témáról, csak most, hogy realitássá válik, ez szerintem egyre izgalmasabb íven. Mi van, ha egy 20 évvel fiatalabb testet kapsz, halhatatlan leszel, és ha sokáig fejet cserélnek? Hát, és mi van, ha ez elkezdődik? Tehát ők a 100 év múlva, igen, tényleg, ez már egy rutin műtét lesz. És 90 éves vagyok, keresek egy donort. 20 éves testtel. És megyek át. Hát, és fúr az arcot, furán fog kinézni. Igen, kis. 90 éves. Nagyon azott kis bácsik, hogy brutál fiatal idő testen, igen, vagy egy csaj, azért ezek is érdekes kérdések. Én érzem, kincsem, hogy van egy kis távolságtartás, de ezt figyeld, és én szépen magadon az ingyen. Igalmatlan kígyúrt. Igen, hát ezek mind érdekes kérdések, igen. Pár hónapja mit mondott a doki? Azt mondta, hogy lehetetlen. Ugye? Tehát egy elvileg szerinte... Voltál dokinál ezzel? Hát, bennem minden nap felmerül a fejátültetés reménye, mikor a testem sorvad, a nyakam már nagyon ki van. Ezt próbálnám, de ezt a súlyt tartani egy nap. Nem, csak tudom, hogy felhívtunk egy dokit 3 vagy 4-5 hónappal ezelőtt, és akkor azt mondta, hogy szerinte ez kacsa is. Igen, lehetetlen. Igen, azt mondta, hogy rettenetesen bonyolult lenne. Igen. Az idegpályáknak, meg az ereknek az összekötése, hogy ez iszonyatos tímmunka lenne. Igen. Na mindegy, lehet, hogy holnap felhívunk valakit, megkérdezzük, hogy azóta ez már válhatott-e realitássá, ha már a kínaiak ennyire mondogatják. Nézzük gyorsan, hogy mi a helyzet az utakon, mert hogy rengeteg közlekedési hírünk van. A Lehel útról a Dózsára kanyarodva AC/DC szólt, vagy valami hasonló. Eszembe jutott Jánosunk, hogy ő ezt mennyire élvezné, ha hallaná. Hallottam. Ez a félmaratonon történt. Így van, egy régi bonszkotos észidészi volt. Hallottad, Jani? Gratul az eredményhez. Nagyon szépen köszönöm, viszont. Az neked szólt az AC/DC? Nem, de nagyon jól esett, mert az utolsó kilométeren volt már, és ott azért már kell az embernek egy kis rock. És miket nyomnak egyébként egy ilyen félmaratonon? Hát, változ, gyakorlatilag egy kilométerenként élőzene is van, voltak japán dobosok, illetve ugye ez a japán dobosok, oldalnak ezek a japán dobosok, japán és dobosok, azt mondtad volna, kínai szájharmonikás, azt is értem, japán dobos, japán és dobos, pici apró vágott szemű fényképezővel nyakába üt egy dobot, tudom. Tök igazad van, szóval voltak meg az izlandi szájharmonikások, és belőlük tudom tenni, két szó, japán dobosok, mind a kettőt értjük. Na, és ott voltak például még a kubai kongások. Nem kell mindent megmagyarázni, japán dobosok. Az M3-as bedugult a Hősök teré felé vezető utak lezárása miatt. Matthias küldte nekünk, kerüljetek. Baleset a Dunahídon Győr felé, körülbelül 4 kilométeres a sor, ezt Ede üzente nekünk. Az egész Hősök terét lezárták, hatalmas a dugó arra felé is. Ugyanis rendőröket avatnak, és ezért áll az egész M3-as befelé. Le van zárva a Hősök tere, visszadugul, úgyhogy vigyázzatok. Trafi van az M3-ason, a 106-os kilométernél, a MOL kútnál, a lámpa tövében Miskolc felé, se rendőrkocsi, se semmi nincs mellette. Jól eldugták a kis ügyesek, ezt Frost küldte nekünk. Ülő előtt a 4-esen torlódás van, mert hogy rendőri ellenőrzés zajlik. M7-es 132-es trafi mindkét irányban, ezt Tita küldte nekünk, és Juta belterületén trafi van, a Kaposvárról érkezőket mérik, úgyhogy menjetek óvatosan. Neked menned kell, Feri? Elhagylak, igen, benneteket erre a fél órára, de hát már úgyis ismétlés van, úgyhogy ezt kibírjátok semmi valahogy. Semmi gond nincs, a Fenexen is el kell menni egy szembetűsítésre, mert ugye hétvégén összeverekedett itt az egyes megállóban egy hajléktalan, egy csikkér. Igen. Jó. Szevéd, de holnap itt vagyok. Holnap itt vagy, jól van. Mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, 9:30 múlt, pontosan 1 percen. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz, pontosan 7 perc múlva. Írja valaki, olyan unalmas a műsor, mióta Feri elment.
Igen. Volt egy reklám meg szellemes, köszönjük. Köszönjük szépen. Ferinek menni kellett, de mi még itt vagyunk egyébként. És tartjuk a frontot. M3-os kifelé a 18-as kilométernél most pakolnak ki a rendőrök. Sziasztok. König küldte nekünk, valamint M5-ös Pest felé, Dabas környékén migráns csoport sétál Pest felé a leállósában. Konzol király küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Megvitattuk Feri leszokását újra. Uh-huh. Hát ez most egy kicsit ilyen Szabó családos, de menni kell az úton. Feri elindult, mi támogatjuk. És most egy könyvet kapott ő, hogy olvassa el. Igen. Erről nem tudtam neki odaadni, úgyhogy majd holnap megkapja. Valamint megkérdeztük, hogy hogy áll a dohányzással. Továbbra is szeretne leszokni, de egyelőre az akupunktúra nem sokat segített. Az nem sokat segített, de természetesen továbbra is igyekszünk mondjuk így a radikális vonalat is képviselni a leszoktatásban, és továbbra is fenntartjuk azt a lehetőséget, hogy adott esetben megbillogozzuk a nyelvét. Így van, vannak még ötleteink. Így van, kap egy orkarikát. Ma megbeszéltük reggel, hogy mi van még a tarsolyban, és mi lesz a jó út, mert hogy Ferit leszoktatjuk, ez egész biztos. Erőszakkal, vagy erőszak nélkül, de biztos, hogy abba hagyatjuk vele a dohányzást. Erről beszélgetünk, valamint arról, hogy egy nőknek szóló havilap összeszedte... Amit Balázs járott. Ezt már le nem mosom magamról, igen. Miközben a francia manikűrömet csináltattam éppen. Igen. Elírtetettem a hajamba, és ültem a csajokkal együtt, megvitattuk, hogy milyen konfliktus forrás van az anyós és a menny között, mert hogy egy népszerű hazai magazin megkérdezte a nőket, hogy mégis hogy állnak az anyósokkal, és hát nem túl biztató az, amit válaszoltak. Sok anyós és menny között még mindig háború van. Mi megkértük hallgatóinkat, elsősorban női hallgatóinkat, hogy írják meg, hogy gonoszkodott ellenük az anyós. Érdekes SMS-eket kaptunk. Így van, és a konklúzió végül az volt, hogy érdemesebb inkább hamvasztatni majd, mint temetni, mert hát, ha visszajön. Bizonyám, csak óvatosan, óvan, legyetek körültekintőek. Na, ezek voltak ma reggel a témáink, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 múlt pontosan 3 perccel. Hát, akinek most normális az anyósa, vagy jobban van a mennyével, vagy az anyósával, az most összetette a kezét. Így szerintem, van, az most menjél a hétvégén, és mondasson egy misét a mama lelki üdvéért, mert itt háromféle van. Vannak azok, akik féltékenyek, vannak, akik utálkoznak, meg vannak, akik rossz indulatúak, és van az, ami 3:1 kategória. Meg hát van a jó fej. Tehát van, egy külön kategória, arról most nem beszéltünk, de vannak a cukik, aranyosak, szeretik a menyüket, együtt vannak, jobban vannak, és összetartják a családot, ez is egy kategória. De nyilván nem mindenhol konfliktusmentes a dolog, de hát azért vannak azok, akiknek ez jól működik, róluk is mondjunk egy mondatot, de azért borsót beszórni a konyha szekrényben. Bugyit eldugni. A bugyit eldugni. Azért ez milyen, amikor a mama kommandozik a bugyban. Na, most megfogom, most kirugatom ezt a saját. Erre. Érted, elment, vett egy bugyit, vagy a sajátját, nem hiszem. Az biztos felismerni. És bekommandózod a saját fiad, és menyed ágya alá, hogy konfliktus legyen, majd ülsz ártatlanul a kis hintaszékedben, kötögetsz, és végig hallgatod, ahogy a menyed neki feszül a gyerekednek, hogy bugyi van az ágy alatt. Így van. Nem? Hát ez nagyon kemény. Tényleg nagyon kemény. És nálam mi lett volna a következő lépés? Felbont egy, vagy gumiószert, és berönt egy kis aloe verás mosogatószert. Nézd, mit és találtam. Hát ez micsoda. Szörnyű. Igen, szóval, hogy milyen anyósok vannak, atya úristen. Na jól van. Hívjuk a nap hallgatóját. Roger kiesett, gyerekek, illetve nem kiesett, kikapott, ez... Nem tudom, mire jutott eszembe, csak így. Megint eszembe jutott. Ez gyötör, már negyed óta. Ezért maradtam fönt egész éjszaka. Szörnyű ez. Nem tud nyerni. Morning Show. Hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy hívnak? Szandra vagyok. Hello, Szandra! Na, igaz a történet, amit írtál? Igen, persze. Igen. Azt hittad, anyósom rendszeresen posztol a falamra Facebookon, mit tegyünk a megereszkedett mellünkkel. Így vezesd a háztartást, fogyókúrák, nevelési tippek, karácsonyra minden éve receptkönyvet kapsz. Ez egy jelenlegi állapot? Hát ez egy olyan több éve tartó folyamat, igen. Több éve tartó folyamat. Na és hogy vagytok most, vagy mi a helyzet? Látszólag minden rendben. Tehát
tehát a harcok azok csak ugye a mélyben dúlnak kettőnk között. Uh-huh. Nem nyilvánosak. Nem nyilvánosak. Kérve a Facebook, persze. És a párod hogy bírja? Mert gondolom, hogy két tűz között van. Ő kinek ad igazat? Észre se veszi. Igen. Ő nem látja az összefüggéseket, elfogult. Nem igazán. Tehát ilyen csendes gyilkolás megy közted és az anyósod között? Igen, de azért nem mondanám, hogy nem kedveljük egymást, csak vannak bizonyos dolgok, amiket a másikban kevésbé tolerálunk. Figyelj, és mit szóltál, amikor elolvastad ezt a posztot a faladó, hogy mit tegyünk a megereszkedett mellünkkel? Aki beposztolta, az anyósod. Hát erre visszaírsz, vagy posztolsz ilyenkor te is valamit? Nem reagáltam. Hát akkor igazi. Hogy jobb, hogy nem reagáltam, én azt gondolom. Igen, azért ezt megállni, nem? Finoman jelzi. És akkor átjön karácsonykor, vagy szülinapkor, és akkor kerülgetitek egymást? Vagy akkor van egy ilyen felszínes jóban? Nem, mondom, igen, igyekszünk az illemnek megfelelően viselkedni egymással. Most már azt hiszem, hogy az évek során azért eljutottunk mind a ketten az elfogadás szintjére, de mondom, ilyen kis csendes cipkelődések még mindig vannak. Tehát nem volt még olyan, hogy változott egy csomagot karácsonykor, és mondta, hogy bonski mindenki előtt, és egy vödrös mely feszesítő krém volt benne. Nem, ilyen még nem volt. Ennyire nyíltan nem hiszem, hogy nekem szegezni ezt a dolgot. Vagy mindenkinek szedett a borsó főzeléből, neked meg egy külön lábosból tálaltuk észre, hogy ajaj, egy valami nem stimmel. Na jól van, hát kitartás, te vagy a naphallgatója, szerettük az SMS-edet. Köszönöm szépen. Nem egy könnyű élethelyzet, nagyon intelligensen kell tudni ezt kezelni. Igen. És hát ugye az ember fiatalabb, tehát ez inkább a menyeknek, mint az anyósoknak, őket már nem lehet igen, megváltoztatni. Igen. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot, köszi, hogy minket hallgatsz. Helyileg merre vagy? Budapesten hallgatsz minket. Jól van, küldjük a csomagot, jó? Köszi. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok. Ciao. Sziasztok, hello. Szép napot. Hello. Na. Mi van a Csabival, nem jön? Hát a Csabi megint Szabin van ezen a héten. Én nem tudom, hogy van hány ez a dolog. Van, én 8, én csak kettőről tudok. Igen, én is kettőről tudok. Ennek a srácok vagy két laki élete van. Ez mi lenne, hogyha kiderülne róla? Hogy van még egy másik élete is. Igen. Csabi, te miért tudsz kivenni 42 napot? Tisztán nettóban. Nem, nincs is sokat, annyit van, amennyit lehet, csak mi érezzük soknak, mert mi vagyunk kevesebbet. Már idén nem panaszkodhatunk, egyébként azért voltunk. Idén jók voltunk. Idén megpróbáltunk. De azért még menjünk? Hát még mindig van 32 napom csúsztatással egy az elmúlt 6 évből összeszedve. Jól van, és Garami van helyette? Igen. Itt csettenkedik, de nem jön be. Így van. A mindig friss, a mindig szellemes, a mindig felkészült. Ez a Garami? Gábor. Ja? Aha, már jön is egyébként. Igen. Görgei Artúr frizurával, STK keretes szemüveg. Na hello, csak egy rövidre gyerek. Azt honnan tudod, hogy Görgeinek ilyen frizurája volt? Ja, láttam valami régi daguerotípját róla, és akkor mindig te jutsz róla az eszembe. Aha, ki volt az első daguerotípján, nem a Petőfi? Vagy... Hú, ki volt az első daguerotípján? De jó, azt én úgy emlékszem, hogy... Valami nagyon 1900 az nagyon régi kép. Nagyon régi. Ott körülbelül, igen. Szerintem, gondolom, Dagerné. Mr. Mindig által mit szokott menni? Hát ugye az első röntgenfelvétel is röntgen feleségének a kezéről készült. Tehát aha, ugye általában mindig az volt, hogy ami veszélyesnek tűnt, akkor anya, akkor lehet, gyere egy picit léci! Tehát valószínűleg így történt, mint ahogy mostanság is így van. Saját magadon nem kísérletezel, azért van a feleséged. Persze. Jól van, na akkor jó munkát neked. Egy hétig itt teszek a baházi helyet, nektek is klassz napot. Jól van. 555-55-00, jó, ha szeretnétek dalt kérni, akkor itt tudjátok megtenni, kérjetek dalt Gábortól, mi pedig jövünk. Holnap. Mindent elmondunk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország